Élőben a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a tudomány mai állása szerint a naprendszer legjobb rádiósai. Vadon Jani, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsi! 6 óra után 10 perccel már itt is vagyunk, jó reggelt! Kívánok mindenkinek! Szevasztok! Egy új frekvencia továbbra is, még nem vették el. Igen, még maradunk egy darabig. Ez jó hír, gyerekek, jó hír. Jó. Ez egy nagyon jó hír. Helyen. Jó szólunk, van kettő, ahol nem. Igen. Bocs. Én tegnap egy csomó helyről kaptam visszajelzést. Kérdezték, hogy te rádiózol? De érdekes. Te csinálod ezt? Például, még? Igen. Vagy. Vagytok még ott abban a morning show-ban, vagy ott vagytok? Menj még a klassz. Morning show. Morning show volt. De tényleg nagyon sokan mondták. Hát és otthon is ugye csekkoltuk. És rádiót, és végre, ennyi év után végre problémamentesen szól. Jól szól, megnéztétek? Nagyon tökéletes. Nagyon tökéletes. Tökéletes. Nagyon örülünk neki. Úristen, elkezdtem Sebestyén Ági új fehérnemű fotójától, és tudod, nem olvastam az Ági fehérneműt. Jézus Isten, lefontam gatyába a teraszon. Jézus Isten, mondom. Jesszusom. Mi történt? De rájöttem, csak a húgom. Aha, jaj. Majd mutasd már be neki. Atya úristen, mondom, fehérneműben másztál a létrára, tudod, a drónért is valakinek. Igen, hírkeresen mindig megnyitom, és ott látom, hogy Sebestyén 10-ből 8-szor én vagyok valamival. Te megrándulsz ilyenkor még, vagy pedig már semmi? Ha velem kapcsolatban? Nem, hogyha meglátod a nevedet, nem, a hírkeresőn. Semmi. De azért nem, a fehérneműs fotónál egy nem, a fehérneműs fotó, mondom, agyad Istenbe kerül fehérneműs fotóm a hírkeresőre. Hogy jutottak hozzá? De azt rájöttem, hogy ez az Ági, úgyhogy nem. Igen. Testvérnek testvér, de nem. Családon belül marad, de nem én vagyok. A kerékbilincses sztorid megy most nagyon. Ja, tudsz, persze, vagy... hát az, az nagyon. Óriási hír egyébként. Hogy tud ez mi? Egyébként 28 000 lájkot kapni, de nagyon szeretem. Maga ki ezért, figyelj, ki azért. Szerintem az, hogy te kiteszed, úgyhogy köszi a vacsit, Feri, óriási buli volt, és ott van a kerékbilincs, az jó. Hogy ez a hírértékét nem értem, hogy miért veszik azt el ennyiért, de nyilván sztár vagy, kész, a sztár, meg ez a sorsa. Meg a reakciók, tehát hogy így. Olyan rendesek voltak tegnap az indexesek, képzeld el. Nem olvastam. Valami baj van. Ma reggel megnéztem 1000 komment, de nem most olvastam. Nem. Osztanak, vagy szeretnek inkább? Figyelj, vegyes, valaki, igen. De Facebookról beszélünk, igen. Az intelligensebbek, akiknek én azt gondolom, hogy alapvetően nekik készítjük ezt a műsort, azok leveszik azt, hogy itt vagy te, hülye voltál, bevallottad, tök korrektül álltál az egész dologhoz, abszolút van benne irónia, van benne önkritika, simán odaálltál, és azt mondtad, hogy hülye voltam, ez az ára a dolognak, megfizettem, stb. Nem is erről szólt a megszólás. A megszólás arról szólt, hogy van egy ehhez kapcsolódó szolgáltatás, ami gyakorlatilag maga azt a szintet hozza, amilyen amit szintet kell hozni kell az egésznek. Kőprofi volt egyébként, nagyon emberségesek voltak, nagyon jó fejek voltak, megértőek voltak, de tették a dolgokat. Te ezt mondtad el tegnap. Igen. Na, és van, aki ezt megérti, ők az intelligensebbek, őket nagyon szeretjük, ők nem kerülnek se a fekete listára itt ebben a műsorban, és nem bannolom őket a Viberen sem. A többiek meg, mintha meg se hallanák, hogy miről szólt ez az egész. Na, ugye barom, tessék, akkor megkaptad. Persze, oda álltál, akkor most megy. És most megsírsz? Nem sírsz. Nem sem röhögtem, végig röhögtem az egészet. Nem sírsz, vállaltad, hogy ez van. De 24 pontú is azért okos volt, hogy szeretem őket, de hogy azért lehozták. És pontról pontra kielemezték, mi hangzott el a műsorban, hogy elmondtam, hogy azért szaladtam oda, hogy nehogy trollik álljanak hosszú sorba. Kiderült, hogy senkit nem tartottam föl. Így van, el tudtak menni a trollik is. Vacsora közben csörrent a mobilja, nem nekem, Bikinek, mindegy. Uh-huh. Tehát ilyen alaposan hallgat. A BKK hívta, hogy rossz helyen parkol, a kölcsön Mercedesével. Kiment az utcára, nem tudtak az autótól haladni a közlekedési járművek. Aha. Tehát a hulla egyenesen a tök mást írja le, mint ami valójában elhangzott. Igen, pont ezt mondtad el, hogy tökre nem tartottam mindenki föl senkit, érted? Szóval, hogy óriási, hogy aztán ebből mit írnak. Na mindegy, nem is ezt akartam mondani, hanem hogy az indexesek milyen rendesek voltak, hogy ma is megmutatok. Ma viszont keresztbe álltál hát a hegy alján. Így alakul. Nem, fölhívtam őket, hogy cseréljék már azt a nyomorúságos kapusznis póló vagy pulóveres képet, ami már 3 éve minden index cikknél azt használják, amely sajtótájékoztatóval készült, előnytelen. Fölhívtam a sajtósunkkal, hogy tegyétek meg, hogy szeretlek benneteket, semmi bajom, nyomjátok, csak tegyétek. 10 perc van egy új kép volt. Tök menő. Szóval ez milyen rendben? Ez egy jó hozzás, hogy oké, Bazsi, köszi, hogy szóltál,
küldj már egy képet, és ezt kirakjuk. Három éve minden indexes cikkre, azt a bamba feje hosszú hajú. Nem igaz, kétféle képed van. Van egy, amikor bármi, ami negatív hír, teszik be a szomorú képet. Igen, van egy szomorú kép. Van egy szomorú, az egy világos szürke pulcs is. Emlékeztek, amikor volt ilyen, igen, hogy a hallgatottsági versenyben legyőztük a mocskorékat, vagy valakit, akkor volt a izé kép, igen, egy ilyen vidám, de mindig ugyanaz a vidám. De mindig ugyanaz, és küldtünk át neki képet, és kirakták. Tehát egy rádiós mikrofon, és megnéztem, mestem a közben. Nem szoktam nagyon hívogatni a sajtot, csak mondom, a három éve ennél a lapnál ugyanazt a képet látom, hogy gyerekek, legyetek már egy kicsit fantáziadúsabbak. Hát már én unom, ti nem unjátok. És kicserélték, olyan kultúráltak voltak, úgyhogy ez olyan jó, amikor van egy ilyen normális együttműködés. Ha még a 24 pontú kicserélni, hogy nem tartottam fel a forgalmat. Apró csúsztatás, de pont erről szól a lényeg, hogy még csak nem is álltam rossz helyen, basszus. Ha föltartam a forgalmat, ott nekem is lincs hangulatom van, a hülye úgy áll meg. A persze. Hát értette, megállsz, de nem volt erről szó, azért ez nem mindegy. Árnyalatbeli különbség, de nem mindegy, mert az nagyon paraszt, aki úgy áll meg. Arra mindig figyelek. Nem vettem észre azt a rohadt táblát. Nagyon jó. Tulajdonképpen ennyi. Egyébként forgalmat nem tartok föl soha. Pár héttel ezelőtt visszatérve a pulcsis inges akármi sztoritra, pár héttel ezelőtt én ugye nagyon-nagyon keveset vagyok ott a zírocsajt, még semmilyen, én kerülöm ezeket a mindenféle felületeket. Én is kerülöm, engem nem volt kerülöm. Egy hülyeség, mert egy ilyen kép után várható, hogy azért ezt megírják. És de volt valami megjelenés, és már nem is emlékszem egyébként, hogy mi volt konkrétan megjelenés, csak annyit kértem, hogy legyenek kedvesek, ne használják azt a celeb vagyok, mencs ki innenes képemet, hanem egy ilyen virágos inkben vagyok, amit még promofotoként készítettek annak ide hozzá, kicsit féloldalasan ülök, mosolygok, és ilyen kék, fekete ilyen foltok, mert hogy 300-szor láttam már ezt a képet, hogyha akarják, én nyugodtan át, tehát nagyon szívesen átküldök nekik egy másikon, mert akármennyire is hihetetlenül hangzik, készült rólam már más kép is, nem csak abban. Ez olyan, mint amikor mindig ráfutok például a fehér csíkos Adidas melegítőmre, vagy észrevettétek, hogy akárhányszor streamet ad, akárhányszor van egy élő erről a stúdió, én mindig abban vagyok. Mert azt szereted, biztos. De egyébként nagyon szeretem, melegítő, de van belőle egyébként négy különböző szín, és mindig a világos kék fehér csíkos. Mindig. Figyelj oda jobban, legyen itt egy váltás melegítő, ja, jó? Egy streame melegítő, úgynevezett streame melegítő. Igen, amikor streamet adunk, igen. Akkor az gyorsan főveszed. Igen. És a Blik Rúzs a legjobb. Nagyon csúnyan helyben hagyták sebes csimolást, levegőért kapkodott, amikor láttam, mi történt. Figyelj, jól indult, de rettenetbe fordult az rettenetbe? Este. Rettenetbe fordult az este. Ezek nem normálisak, de tényleg. Rettenetbe. Sose egy hírkeresőn kidobta, nem nyitom meg őket, nem adok neki klikkelést. Rettenetbe fordult az este. Legyen a rettenet. Mondja már a tragédia. Mondja már valakinek a Blik Rúzs, hogy a rettenet meg a tragédia, nem. Tehát legalább több könyvet kellene az újságírónak elolvasni. Én értem a clickbait címeket, de azért na. Szóval, hogy azért így... Vérfagyasztó élmény a pesti éjszakában. Tehát azért nem volt rettenet, főleg ahogy intézték, 10 perc alatt leszették, úgyhogy mindegy, jó, igazából én generáltam, tehát nem sírunk, mert nem is kellett volna kitenni, csak vicces volt, mert akkor a kontraszt volt a vacsora, meg a kerékbilincs között, ez a tudod, ez a... Igen, de azért nem ártana néha, igen, hogyha a rohadjál meg Sebestyén Balázs előtt még egy két mondatot belolvasna valaki abba, hogy ja, hát vagy behallgatna, hogy na. Ha most utálja, akkor úgy is utálja, tök mindegy. Ezen azért számtalan ember átment szerintem, akinek van kocsija, hogy elkövetett valamit, gyorsan hajtott, nem mondod, lebilincselték, balesetezett. Ilyenkor azt mind elfelejted. Nézd meg ezt a felelőtlen, neki mindent lehet. Te meg pont átmenti megállás nélkül a zebrán, ahol a izé gyalogos ott állt a gyerekével együtt. Csak a szemtek, csak arról nem írnak. Mindegy. Abszolút veletek vagyok, jó reggel, tegnap igen, én is az... belebotlott, én vagyok az, nem a védettség, nem, igen, nem a védettség igazolvány kapcsolatban, hanem én is olvastam kommenteket, például az egyik az volt, most meséltem Vikinek, hogy föl fognak jelenteni, mert hogy közterületen maszk nélkül tartózkodtál, én ilyet is olvastam, és képzeld el, rettenete, azt bánom, hogy nem fotóztam ki, nem emlékszem melyik portált, hogy igen, és hogy igen, mert hogy ez felelőtlen, mert nem erről beszélsz, hogy erre is számoljál. A legnagyobb csavar. A Facebookon kitett képemen a közszerlete nincsen maszk, és valaki látja, hogy kaptam egy kerékbilincset, de feljelentenek, hogy nem volt rajtam maszk. Szabály. Na erre nem gondoltam. A szabály. Csak szóltam, és egyébként csak most mondom, hogy közvetlen veszélyeztetés, mert körülbelül 100 méterre egy srác állt, és pont felétek nézett. Látszik, ott van a fotón. Látszik. Átment a vírus rajta. De nem is gondoltam, amikor ezt kitettük, ezt a képet, hogy ebből baj lehet, hogy nem nincs rajtam maszk. Ha már miből nem lehet baj? Ez a legmenőbb dolog. Ez valaki ezt megcsinálja, az Uber király. Mennyire büntethetnek? 50 ezer? Hogy van most? Desek. A maszk nélküli bünti mennyi? 50? Nem tudom, hogy mindig van maszk. Majd egyszer megköplek. És ez cigi volt a számba, azt mondom, hogy cigi volt a számba. Tényleg, dohányoztam.
Cigi volt, ez jó ötlet, igen. Igen, igen. Csak annyira meglepődtem, a kerics bilincstől pont kiesett belőle, azért nem látható a fotó. Azt írja, aki most olvasom az Index kommentél, egy nő azt írta, hogy ha már a kajáért nem fizetett, a karma közbeszólt. Mekkora duma, mekkora duma, a karma. Hát ez a karma. Karma. Megérdemli 10 000 forint érte. Na, hát, azért... hát csak, hogy te fizetted az egész vacsorát. Ja, nem azért, nem is azt mondani, nem azért csinálod. Tök jó, tök... ő tudja, igen, a karma. Hát ez a karma. Hát a karma. Igen. Az mindig az egyenlőség irányába megy a karma. Hát. Ja. Igen? Hát vacsorázgatunk, vacsorázgatunk. Igen, vacsorázgatunk, vacsorázgatunk. Igen, kaj... Mondjuk van miből. A tavalyi évben Sebestyén Balázs cége, és ja, tudod, és megy görgetni, tudod, már az egész egy ilyen jön már nem sokára az idei jelentés, mondom az újságíró. Ingyen autóval jár. Valaki nagyon szereti. Kölcsön. A Majka, az Ördög Nóra, igen. Én, ki a negyedik? Vagy négyen vagyunk, akinek minden éve belenéznek az adó. Senki másnak. Belenéznek az adó. A 24.hu van egy srác, aki ránk van állva, és megnézi négyünk adó bevallását. Senki másért. Neki be van írva a naptárba. Politikusoknál lehetne azért egy kicsit jobban. Adóbevallás fekjelő. Be van írva neki, be van írva, és erre élvez egyébként, igen, hogy minden évben lehozza. De hát hozza, nincs, ezzel sincsen baj, gyerekek. Aki oda megy, az ne sírjon, nem? Ennyi. Hogyha ez történik. Na, azt mondja, hogy oké, gyorsan egy-két reggeli SMS, csak így. Atya Isten, mennyi Viber üzenetünk van. Te jó Isten. Bitcoinos, Ethereumos kérdésekre majd a hírek alatt. Jó, magámba kevésben. Képzétek, tegnap majdnem megírtam az első bitcoinos posztomat Facebookra. Igen? És aztán rájöttem, hogy nem Facebookra nagyon fogom. Nagyon dudáltak a trolliból. Igen, nagyon dudáltak a volánbuszon. Nem, tegnap, aztán kiesett a kezemből a telefon, és elaludtam. Aztán rájöttem, hogy, igen, hogy Instára fogom írni. Igen. Amit megosztok a Facebookon. De az Insta lesz, nem erre való. De a szexi képeket kell, ja, kerékbilincses. Igen, az igaz. Még mindig a Facebookon meg 40 pluszosok vannak. Hát de ők is csinálhatnak, uh-huh, még ezért ilyen bitcoinokat. Úgyhogy hát már alakult az első bitcoinos posztom. Az Instán rövid, ott olyan egymondatosokat nyomjál csak. Jó? Hogy merre megy, vagy, uh-huh, mi történik? Igen, igen. Jó. Ezén is tudod, a tweetelni szokott az Elon Musk, ott igen, is egy mondatok van. Aha, az nem erre való. Nem arra való. De az a közeg, aki mozog kriptotőzsdén. Okay, az igaz, de aztán abba hagytam, nem írtam meg, de már ott voltam, hogy most Facebookon már kérem. Számíthatsz azért rá, hogy az első néhány komment, ha három műszakban dolgoznál, igen, egy abszolat mellett, nem lenne időd ilyen baromságokkal foglalkozni. Igen, ezt vállalom, persze, igen, igen, igen. Ha lenne energiám, csinálnék egy YouTube csatornát, de nincs. Erre külön. Azt mondja, hogy röhögni akarok, fingani akarok, köszi Maci. Akkor köszönjük szépen, hajrá. Ajánlani babot-zabot. Babot-zabot és minden mást, igen. 89-5-ünk jól szól, minden rendben van. Nagyszerű, óriá, hát ahol. Nem ahol, kaptunk, ahol. Hát igen, lesz majd egy kis Tatabányát, egy kis Székesfehérvárt. Sajnos vannak veszteségünk. Hát vannak, elszenvedtünk a csatában veszteségeseket. Ezek vezéráldozatok voltak, de nagyon sokat nyertünk. Úgy. Igen. Az, amely 89-5-tel mondjuk ezt a tatabányaiaknak, akik ilyen például nem hallgatnak. Szergénként. Hogy ez remekül szól az autópályán, ugye? Igen. Tehát amikor mész. De lent a völgyben ez nem, úgyhogy a tatabányaiak kérvényezik, hogy emeljék meg őket. Nem többet, egy 100 méterre emeljék meg a várost. Hát vagy bontsátok le a hegyet. Vagy egy másik megoldás, hogy bontsátok le a hegyet. Ne költözzenek inkább oda. Vagy tudom, menjenek föl a hegyre. Igen, ott az van, hogy mögötte, igen, van, ugye a völgyben, igen, van a város, a hegy kitakarja, két megoldás, vagy alá betonozza az egész város, költözzön a turul mögé. Vagy meg kell emelni a város, ez ennyire egyszerű. Emeljük meg a város, és 100-150 méter már elég lesz, és foghat, ugyanis fölöttük megy el a 89, úgyhogy ennek ennyi egyszerű a technikai oka, hogy... Vagy egy jelerősítő a turulnak a tetejére? Na, azt meg kell kérdezni, nem lehet-e igen valami... Hosszabb antenna. Egyébként, igen, ez nagyon jó megoldás. Hozzák ezeket a két és felmenteres taxi antennákat. Balázsék meggyalóztak nemzeti jelképünket a Trumarára. Antennát akarnak, semmi írja minden szó. Ezeknek már semmi sem ezeknek elég. Ezeknek a liberális muzeánáknak már semmi nem elég. A antennát akarnak a Magyarország szent jelképére. Bilincses Balázs. Bilincses Balázs. Írja a mindenszó.hu, aki két naponta ír rólunk különböző hazugságokat, de az is nagyon szórakoztató. Igen. Na jól van. Oké, azt mondjam, hogy Hollandiában is jól szóltunk, köszönjük szépen. Ezt is hogy állunk? 3-0-ra vezetünk a héten. Nagyon korrekt. Ennyi. Nagyon korrekt. 3-0. Rebeka mondta ki tegnap a tiltott szót, így megint belátható távolságra kerültünk, uh-huh, egy óriási hajrával, 56-48. BL elődöntőt nézte valaki tegnap? Nem. Real Madrid, Chelsea, kihagytátok? A Chelsea nyert, sajnos. Azt tudjuk. Én is kihagytam. Meglepi, állítólag.
Igen? Azt mondták, itt írták, az újságok, a elektronikus újságokból belenéztem, azt mondták, hogy meglepi. 2-0-ra győzött a Madrid ellen, azt tudom, és bejutott az isztambuli döntőbe. Nagyon jó, azt majd nézni fogjuk. Pedig ez milyen nagy durva lett volna azért, ha... visszatér a Zidán, aki most ugye nyilván nem vidám. De vártok rá. Ugye? És hogy azonnal mondjuk BL döntőbe viszi a Reált, ez uh-huh. nagy dolog lett volna. Most ért vissza egy éve talán. De nem. Nem. Hát kár, szurkolunk neki, mert nagyon szimpatikus, nagyon jó feje. Akkor így Manchester City Chelsea, ugye jól mondom? Ugye ez a döntő, akkor nem, a BL nem, döntő. Nem tudtunk. Mi most ugye érettségi lázban égünk, ma megy a gyerek 9-re. Idegen nyelvűre. Angolra. Hát de megvan neki a felső fok. Hát ez nem az a függetlenettől, nem, nincs felső foka, neki B2 komplex van. És akar? Középfok. Persze, most egy emelt szintű érettségit most 9-től abszolvál a gyermek, és akkor már akkor nagyon jók leszünk, mert ezzel akkor már csak már kimaszkoltunk 3 tantárgyat, és akkor még 2 van neki hátra. Igen. Úgyhogy egész jók vagyunk. Miért nincs benne a tegnapi napban az Annás, és kérdezi valaki, benne van? Nem, ott majd megbeszéljük. Legyen? Mi? Valószínűleg nem tudta föltölteni a Zsül. Megakadt. Igen, technikailag volt egy kis probléma. Föltölte, egyszer csak megakadt. Majd ma újra megpróbálja. Jó. Jó, próbálj meg akkor újra. Persze. Ma újra. Ha már lekapcsolták az online. Na. Közben. Mit rángatod a bajszukon? Mit rángatod még ezzel is? Rángasson. Hova tűnt az online? Ezt megbeszéljük, majd eldumáljuk ezt a dolgot, jó? Jó, de köszönjük az észrevételt, orvosoljuk a kétszer lesz, akkor van köztünk egy némi félreértés. És a dulakodás hangja hallatszódik a stúdióból, akkor így jártunk. Elfogyott az összes egy a magyar EB meccsekre, a Smafu, nem Smafu, ez is nagyon nagy dolog. Hát ez várható volt, hogy a meghirdetés utáni 3. órában nem lesz több szabad jegy. Tehát ebben igazából semmi csodálkozni való nem volt. Uh-huh. Természetesen szigorúan védettségi igazolványon. Így van. Első. Fő az egészség. Bekezdjük el. Első foci. Ja. Igen. Pesti srácok, Sebestyén Balázs a magyar minimálbért többszörösét kockáztatja a kriptotőzsdén. Köszönöm szépen, Kazi, igen. Nagyon jó. Nagyon jó. Megkérni HVG24 minden szó, Pesti srácok, 888444, Origo Index. Tudunk segíteni, összepakoljuk ezeket. Simán mindenkinek a nincs mit a minimálbéres újságírónak, érted? Nincs mit befektetni. A preferenciája alapján meg lehetne inni ezt a cikket. Oké. Tökéletesen hallak benneteket, írt egy hallgató, aki nem írta alá. Köszönjük. Mi pedig jövünk akkor jó gyorsan. Egy pici hírek, aztán itt vagyunk, jelentkezzetek játékra, mi pedig rögtön jövünk a hírek után. 3:47 lesz pontosan egy perc. Szeretem ezeket az új szignálokat. Tök más a hangzásvilág, de jó. Tempos, lendületes. Kálló ilyes, jókat csinált. Igen. Mr. Netrisk úr, kérem mondja, hogy... Csendet és nyugalmat látok. Semmilyen közlekedés hírünk nincs? Semmi egyelőre. De van egy, Nagy Kanizsa. Felé haladok van. 61-es úton. Ez szól a rádió, igen. Na, hát ez tulajdonképpen van benne közlekedés, hiszen halad a 61-esen, akkor ez volt a hírünk, támogatás. Igen. Hát akkor ezt megtámogatjuk. Köszönjük szépen. A közlekedési hírek támogatója netrisk.hu, a piacvezető biztosítási portál. Ha van friss, akkor küldjétek már el, jó? 0-23-111-111 az SMS számunk ide. Azt mondja, hogy nekem jó tatabányám, de moronott a székesfehérvári tatabányi adás váltja egymástól 20 méterenként, de ez az első sávon így is volt, azt hittem most majd változik, nagyon bosszantó, míg a kutyát sétáltatom. Márint, hát vannak még ugrások néhány helyen, főleg az egyik frek játszol a másikra. Jó reggelt, nem szól a 69-4. És tényleg. Ez a legjobb ebben esetben. Nagyon nagy a igazság. Ti bárhová mentek? Vagy a rádió szűnik meg? Vagy a frekvencia? Nem szól a 69-4. Dani küldte nekünk. Dani, nagyon jó. Veletek, hogy vagytok. Igen, mi a veletek, hogy vagytok a 69-4-en, már nem találok benneteket. Oké, na, azt mondja, hogy... 3... Igen, itt a játékosunk. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello, Móni, honnan itt önket? Kicsit meg vagyok illetődve, mert még sosem írtam nektek SMS-t, és most rögtön körülbelül egy perc alatt felhívott az Anna. Tényleg? Első próbálkozásra bejutottál? Milyen így szerencsé? Van, a párom pedig szívra van szokhatni este, amikor visszahallgatja az adást. Jó lesz. Mert ezerszer mondta, hogy ne hallgassa minket? Nem, mindig visszahallgatja este műszakban az adást, és nem fogom elmondani neki, hogy beszéltem vele. Na, és akkor az jó.
Akkor köszönjük úgy a párodnak, hogy szia Béla, de már hogy este van. Jó este, Balázsnak Béla. Balázsnak hívják. Balázs. Jó éjszakát, aludj szépen jól. Így van. Nagyon sajnáljuk, hogy nem tudtunk veled beszélni. Balázs, de egyébként Móni is nagyon kedves volt. És szerintem az nem is érdemled meg, hogy ilyen kedves feleséged legyen. Felesége vagy? Nem, hála a jó égnek. Ja, jó, hála. Új, de szép. Nem vagyok házasságpárti. Na jó van, és kivel játszanám? Janival. Nagyon jó. Kell a pont, Jani, úgyhogy igyál még egy korty kávét, nyaljál bele a kis frissítődbe, mert nem, nagyon kell a pont. Igen? Látom, hogy nem. Tehát, hogy rázd vissza magad. Megnyalom a hónom aját. Jó, az legalább olyan friss. Szedd össze, szedd össze. Mindig így szedd össze magad. Gyere, bajnok. Izgulsz nagyon, Móni? Meglepő módon igen, pedig az nem jó, gondoltam. Az jó, az jó, hát, akkor hamar kimondom. Az jó. Frankó, jól hangzik. Mehetünk? Persze, mehetünk. Nagyon sok múlik rajtad, Móni, ez nagyon kemény egy perc lesz. Tudom, kell nektek a pont. Na, nem, hát tudod, mit fogsz kapni a hallgatóktól, ha elszúrod. Tudod, ja. Úristen. Ja. És a párodtól este, aki nem a férjed. Igen. Én éjszakás vagyok, ő délutános, úgyhogy este. Nem találkoznak. A hosszú távú kapcsolat alapja. Na megyünk, figyelj ide, akkor 3-2, és tessék. Na, tudod, hogy nekem is van egy Móni? Móni. Tudom. Tudod? Tudom, igen. Nagyon szép. Ennyi. Basszus, tök feleslegesen nyaltam a hónom alját. Na, elszízottam a tirás témáig. Hát, pedig annak örültem volna. Igen, nekem is van két kis kutyám, és gondoltam jó. Ez egy olyan. Móni, köszönjük szépen. Igen, Balázs, örülnek, hogy nem jutottál el a tirást. Nagyon örülök ennek, pláne, de nagyon jó, hogy akkor így viszont megvan a pontocska is, és ez mindennél jobb. Köszönjük szépen a játékot. Köszi. Én is köszönöm. Szia. Olyan nincs, hogy két hete folyton nyertek, két hete folyamatosan. A tizedik pontot hozzuk, gyerekek, olyan orbitális lemaradásból fordultunk rá megint. Igen. A célegyenese, ahol ti még ott vagytok a célegyenes másik oldalán, már veszitek az első jobbost, de mi már kezdjük a kigyorsítást a célegyenesben. Ennyi. Nyitjuk a nem tudom, mit nyitunk, és kezdünk rátok állni. Figyelj, mi meg hetek előzőt azt mondtuk, hogy olyan nincs, hogy már hetek óta folyamatosan veszítünk. Igen. Így van. Az is felfoghatatlan volt. Az egy nagyon rossz érzés, hogy most nyerőszériában. Ennyi, nyerőszériában vagyunk, továbbra is természetesen megtaláljuk a gyengébb képességű játékosokat, de ez legyen a mi titkunk, hogy hogy. Így van. Azt nem áruljuk el, az egy műhely titok. Hogy annan mindenkivel próba fekete férjégen nem megy játszik, és 6 másodpercet, hogy kimondja, azonnal adásba rakja. Tízután mindig itt marad még, és este 8-ig fekete férjégen nem megy. Itt ott be Móni is. Itt vagy Móni? Igen, te vagy a játékos, téged választottuk, már adlak is a fiúknak. Eljebb is vagyunk. Na jól van, hát akkor ez megint egy szép pont. Gyönyörű. A Móni nem tudtak nekem soha nemet mondani. Így. 56-49, 7 pont. Hetes. Hát és úgy, hogy már volt már 20. Bizony. És rosszabb, mint az pontot kapunk. Rosszabb, mint az exatlonban bajnokok. Ez még mindig megy ez az exatlon. Mindig megy. Jézus atya úristen. Lassan állampolgárságit kapnak a palikékot. Szerintem már ki is még két hét dominikai tartózkodás és kettős állampolgár lesz. Szerintem lesz talán 3 hét, vagy valahogy így. Tehát, hogy még mindig? Igen. Most ez a végjáték. Hová várja, hónapok óta? A végjátékra fordulnak lassan. De már most visszahívtak mindenkit, aki valaha benne volt? Most volt egy visszahívás, az előző szériából visszahívtak két bajnokot. Mert elfogytak a bajnokok Magyarországról. Azért már Lengyelországból hívják a bajnokokat, mert Magyarországról már nincs több bajnok, aki legalább 4 éve játszott volna. Két szimpatikus ember került vissza a játékba, úgyhogy... Mit ezt még nézed? Két napot, amíg bírod? Nézek, aha. Le a kalappal. Picit hosszú. Igen. Már úgy értem, hogy ez már azért ez elfárad, már minden műsor elfárad ennyi idő alatt. Tehát ez... Hát, amikor nem találok... Hát ez a tavasza és a tele a TV2. Nem találok TV2 sehol Chuck Norris filmet, akkor mindig rákapcsolom. Van olyan érdekes, mi? Na jó van. Oké, azt mondja, hogy én is nagyon gyenge képességű játékos vagyok, megmondom feketén fejlén, igen vagy nem, Csabi küldte nekünk. Csabi, holnapra Csabi elteszünk. El is írtuk a számodat. Lehet, hogy holnapra elteszünk téged. Jó, azt nézem, hogy oké, azt mondja, holnap elpopít a kicsi, jó. Hogy elpopít, persze, hány ilyet hallottunk már, Istenem. Oké, gyerekek, hát akkor meg vagyunk. Holnap pedig foci EB játékunk van, ugye? Igen. Úgy van, a foci EB holnap játék. Bizony, holnap indultok autózni. Uh-huh. Majd mondunk erről ma részleteket? Persze, lehet szerintem. Mindenképpen. Ne írj őket váratlanul holnap. Kaptunk róla briefet, írtunk, biztos írtak nekünk valamit. Ja, igen.
eligazítás, segítséget, munkafolyamatot, vonalzót, ja, az is idegen szó. Mankót, segítséget, mankót? Brief. Tehát, hogy aha, valamilyen kis... Jó. Leírás. Egy memóban kaptunk egy briefet, igen, erről. Azt hiszem, mankót a kaptunk el, Feri hazavitte. Igen, a brainstorming után írtak egy memóban egy briefet, hogy akkor most hogyan tovább, mi a holnapi schedule. Ja, igen. Jó, most már megvagy? Jó, érted? Most alakul, igen. Igen, ez, de most ez túl sok, majd holnapra is maradjon 5-6 idegen szó, jó? Vigyázzunk, legyen vagy begyűjtünk újakat. Igen, ugye volt egy e-mail címünk, ez az ebfutam@kukacradio.hu, ide kellett elküldeni, ki lenne a párod, és egy legkedvesebb emléked, ami a focival kapcsolatos, és nevet és telefonszámot kell beleírni, ugye a... Hát a jelentkezésben ezt lehet még ma, vagy más lezártuk, ezt tudja valaki. Ez igen, a játékosoknak pedig az lesz a feladat, hogy Budapesten megtalálják majd az elszórt VB jegyeket, de akkor, vagy EB jegyeket. De akkor erről ma még beszéljünk egy kicsit többet. Ki volt a szemét, aki széttépte az EB jegyeinket? János. Itt ül. Még egyszer. Most csöndbe vagy mi? Na és ezt szórtuk szét, ezeket kell majd összeszedni az autóval egyetemben. De azt mondják, hogy a memóban küldött briefet, amit egyébként a brainstorming után csináltunk, azt a spamben kell keresned. Tehát lehet, hogy spambe került a brief. A memos brief spambe került, érted? Az a híres hírcentrum Amerikában, nem? Igen. Spambe került. Az azt hiszem spambe került. Tehát ez fontos, hogy ezt így kell megoldani. Azt mondja, hogy van hír a kínai vakcina versus WHO-ról. Nincsen, nem is érdekel bennünket. Nem akarok vakcinával foglalkozni. A segíts adód 1%-ával május 20-ig kell berakni gyerekek az adóbevallásba. Uh-huh. Az egyik ők azok, ugye? Az így egyik van, kedvencünk. Azért az alapítvány van éppen az egyik televíziós csatornán, én őket támogatom hosszú évek. Ugye, mert 2x1% van, és az egyik az ugye a vallási 1%, igen, az egyházi, köszönöm szépen. Az egyházi, szépen. Itt érdemes tényleg megnézni azt, hogy az a bizonyos egyház milyen karitatív tevékenységet végez, hogy van-e nekik valamilyen saját alapítványuk, stb., és akkor ennek megfelelően támogatni őket. Nem feltétlenül ez nem a hitről szól, nem a vallásról szól, hanem arról, hogy ők mennyire segítik az embereket a hétköznapokban. És a Krisna tudatúakról konkrétan tudom, hogy ugye van nekik egy alapítványuk az ételt, az életért, és ők már hosszú évek óta évente 50 ezer tál melegétel, több tonnányi tartós élelmiszer, nagyon-nagyon komoly tevékenységet végeznek. Na, menő, úgyhogy aki nem akarja ezt elveszíteni, ez az egyik 1% van, a másik az rendelkezzen május 20-ig. Nem kell itt Sinopharm, meg minden izé, jó dolgokról beszéljünk. Egy éves, nyomorultul, ledózerolt életet így tudsz jobbá tenni a sajátodat azzal, hogy adsz. Így van. Nem hagyod elveszni a kézen. Különben ott marad bent a kasszában, aztán majd költik majd olyan dolgokra, amiknek nem annyira örülünk. Ennek örültni fog mindenki, mert segítesz vele. Ennyi. Jó? Ennyi. Hát akkor gyerekek. Na. Május 20-ig? Május 20-ig van a rendelkezés, meg lehet ezt személyesen is tenni. Egyedül 3-4 kattintás kell hozzá csak. Nekem mindig a könyvelőm csinálja. Az a legjobb, de akinek van könyvelő, egy nyilván Luxemburgból hív. Igen. Csak odáig mentél, azt hiszem valami kis sziget. Ne, luxemburgi könyvelő, afroamerikai származású luxemburgi könyvelő szokott. Csak Luxinak hívom. Luxi. Ugyan elment a telefonomba, hogy Luxi. Hívás Luxi volt. Akkor tudom, hogy a luxemburgi könyvelőm telefonál, hogy mit lehet csinálni. De tényleg ez fontos, tehát mindenki rendelkezzen az 1%-ról. Ezt valahogy még mindig elfelejtjük, nem? Elfelejtjük. Kisebb gondunk is nagyobb ennél. A fele, több mint a fele benn marad. Ez nagyon az durva 1%-nak, és az nagyon-nagyon sok milliárd forint, ráadásul tényleg olyanoknak tudod adni, akit le tudsz ellenőrizni, aki amilyen dolgot szeretne támogatni, és ez nem a zsebedből megy el, mert ezt nem fogod megkapni. És azért jó. Mindig azt mondom, hogy te leszel tőle jobb ember egy kicsit. Nem nagyon, egy kicsit. Nem te, nagyon, de egy kicsit, de már az te a nem veszítesz vele az égvilágon semmit egyébként, hogyha nyilatkozol róla, és nagyon sokan azt mondják, hogy csak pár forint meg, hogy amennyit én adózok meg, érzem, rengeteget számít. Van, akinek ez konkrétan a túlélés. Meg milliárdos a tétel. Így van, tehát így van. Sok milliárdos. És természetesen nem akarunk senkit semmilyen irányba terelgetni, bárkinek egyébként. Lehet állatmenhelynek is adni, lehet egyébként a vadasparkoknak is, akik nagyon, nagyon nehéz helyzetbe kerültek ebben az évben, és ők is mondták, hogy az adó 1% tekintetében gondoljunk rájuk, madármentőknek is lehet, stb. Lehet mondom, ilyen karitatív tevékenységet végző egyházaknak is adni. Nagyon-nagyon nagy segítség, tényleg. Rengeteg ember van, aki rászorul ebben az országban, és tényleg az van, hogy hosszú évek óta lehet erről rendelkezni, és valahogy az emberek mégis így elmennek emellett a lehetőség mellett. Nagyon jó érzés adni. Ennyi.
Oké, gyerekek, akkor jövünk mindjárt. Jó, 8 percen pontosan 7 óra, itt vagyunk a hírek után. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 7 óra után 9 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, szevasztok! Hajdihó. 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 Hajdihó, gyerekek. Hajdihó, itt vagyunk, igen. Azt mondja, hogy gyorsan nézem, hogy vannak-e közlekedési élénk. Az M0-áson Duna-Arasztinál híd munka miatt 5-10 perc plusz menetidővel kell számolni. Ákos küldte nekünk, köszönjük szépen. Írjatok még, ha friss közlekedési híretek van. Jó, az 5-10 perces plusz menetidő az nem annyira durva. Hát, attól függ, ugye? Mert most még 5-10 perc. Ugye, hogy a nulláshoz képest, ja, hogy bele, ha belefutsz egy dugóba, ja, akkor az mondjuk egy fél órát, hogy 3-4 órát állsz. De mondjuk egy egyszerű út Nagyvárad tér relációban szerintem. Tök jó, sőt, örülsz, ha csak ennyi. Tegnap az M7-esen csinálgattak valamit, ilyen útfelújítást, és pont azon a részen, ahol az M0-ásról a Balaton felé visszajössz, tehát ott 3 sáv van, na most az szűkült egyre, hogy ezt mi még, ezt a cipzárt, ezt mi még mindig nem tudjuk megtanulni. Azt az anyázást, hogy valaki kiteszi az indexét, mert ugye előtte javították az M7-est, ott azt hiszem aszfaltoztak, plusz az M0-ásról a fölkanyarodó sáv ott szűnik meg, tehát 3 sávból lesz 1. Hát gyerekek, komolyan, ott ki kellett volna tenni egy ilyen kamerát, vágás nélkül egy szórakoztató reality. A anyától kezdve a kicsit unottan ülök, így már bealszom a sorbaállásnál, hogy ez még mindig nem megy, hogy egy beenged, egy tovább megy, egy beenged, egy tovább megy, és akkor lehetne haladni. Nem, mi inkább megállunk, és üvöltözünk a másikkal. Jó, de azért azt érted, hogy tegnap M7-es kijárat, M1, M7 bevezető, M7-es érdi lehajtó mellett a 3 sávot, vagy a 2 sávot beszűkítik egyre, és 3 munkásod 2 darab bójával baromkodik, igen, úgy, adom, hogy egyébként délután 3 óra van, mindenki megy ki az agglomerációba, és több kilométeres dugó azért, mert azokat vakarják a fejüket, és csinálnak valamit, ami láthatóan nem tűnik elháríthatatlan akadálynak, vagy csőtörésnek, vagy feljövő gyökérnek, vagy égő autónak, hanem 3-at rakosgatják a bójákat, meg valamit masszatolnak az egyik sávon, és ezért leszűkítik egy sávra. Nem, mert valószínűleg két bója is teljesen nonsense. Elég lett volna 2 bója, de nekik 3 volt, és nem tudták, hogy a harmadikkal mit csináljanak. Hova teszed, ugye? Teljes nonsense. Egymásra kell tenni őket, ez csak egy tipp. Igen. Na, mit szóltok Bill Gates válásához, gyerekek? Hát meg vagyok döbbenve. Bojdult a mékkas, mindenki erről beszél, hogy az öreg Bill... Az öreg Buffalo Bill. Billy bácsi 65 évesen azt mondta, hogy elég ebből. Így van. Már csináltunk óriási alapítványt, megmentettük így vele van a világot. Megcsippeltük már az egész, de amíg nem az egész. Igen, de azon vagyok, haladunk vele. És a gyerekek egymás után derülnek ki a szebbnél szebb történetek. Van 3 gyerek, 2 18 éves, meg azt hiszem egy 21 éves. A 21 éves most posztolt egyet az Instagramon, hogy... Hát próbálják a helyzetet túlélni, de hogy legyenek tekintettel a magánéletükre. A vagyon a 130 milliárd dollár. Nincs annyi pénz. 130 milliárd dollár, most ez nyilván nem cash, tehát hogy ez nyilván a Microsoft meg az ingatlanok. Láttátok azt a dokumentumfilmet a Netflixen vagy az HBO-n Bill Gatesről, nem? Istenítik Bill Gates-et, elmondják, hogy ők életük végig együtt maradnak, hogy lelkitársak, hogy így képzelik el a jövőt. Nem olyan régi a történet. Nagyon sok földje van Billy bácsinak. Kastélya, háza, földje. Amerikában ő nagyon nagy föld tulajdonosnak számít egyébként, tehát hogy ez nyilván nem cash, hanem iszonyatos mértékű ingóságok. De itt ott szóval van az alapítvány, hogy 3 vagy 4 rész, vagy HBO, vagy Netflix, ha valaki szereti, akkor érdemes megnézni, vagy valaki érdeklődik. Nyilván, hát ott, hogy is mondjam, csak így idealizálva van azért a csávó, meg úgy van fölépítve az egész, hogy hiszen ő fizette a filmet is. Ő fizette a filmet, igen, hány könyvet olvas el. Köszönjük a filmszírozását a Melinda és Bill alapítvány. De hogy azért ugye nem 130 milliárd dollár cashről van szó. Na most azért egy kicsit váltsuk át ezt egy pillanatra. De most akkor nem kell őket megsajnálni. Tessék? Akkor most nem kell őket megsajnálni. Nem, csak ugye kiderült egy csomó mindent. Sok amelyik... föld, meg ezek a házak. Csak 300 dollár most egy forint. Körülbelül kicsit erősödött a forint, nem tart sokáig. Szerintem egyébként a long pozíciók tarthatók a forintra. Köszönjük, ezt majd később. Pici erősödés várható egyébként. Köszönjük. Megfordulunk. A hosszú zene alatt konkrétabban is várható. Egyébként lengyés irányába vártok, és longra tenném a forintot. Na de, nem is erről akartam beszélni. Hossza szorozzál, de inkább szorozzál. Így van, az euró is visszaesült egy picit 3,58, de szerintem sajnos irány a 3,70. Na de erről egy zene alatt. Szóval, hogy ez forintra átváltva, a 130 millió dollár, igen, az körülbelül mennyi? Kell segítség kimondani, vagy? 38 ezer
867 ezer milliárd forint. Csokolom. Jó, ez a... Nem tehát 38... Nulla. Várj, ez. 38 ezer embernek tudsz te... 1 milliárd forintot adni. Hát az csak 38 milliárd. 38 ezer embernek tudsz 1 milliárd forintot adni. 38 ezer ember tudsz te forint milliárdossá tenni. És ő ad nektek befektetési tanácsot. Hát váltásos, hogy voltam. Keres nekem, Zsül, egy olyan települést, ahol mondjuk 38 ezeren laknak. De most. Üsd be, hogy Ócsa, üsd be, hogy mit tudom én, üsd be, hogy Gyula, üsd be, hogy Érd, az egy kicsit szerintem nagyobb lesz, üsd be, hogy mit tudom, Tata. Tehát mondjuk Tatán. Arra egy idős becsüt fog kiadni, azt ne. Mindenkinek tudna adni Tatán 1 milliárdnyi forintot, igen. Bill Gates. Na de hogy most jönnek, hogy az érdekes. Menő lenne? Hogy egy magyar kiválaszt, Bill Gates kiválasztott egy magyar települést. Hogy mindenki kihúzva kezdve lesétálgat, lemennék Tatán, és nem ismernék rá a Tatajét. Mindenki így, hello. Tata kevés, 23 ezer ember lakik. Tata nem még, elég nagy. Tata és Tata bányát ad össze. Tata is vértes a csa. Jó, és a vértes között. Ja, ott nagyon közös. Mindenkinek tudna a csávó adni egy milliárd forintot. Oké. Na de várj, most ugye azért kiderül. Baja. Oké, meg vagyunk. Baja. Tehát Baja mindenki milliárdos lenne. 4788. Megérkezne Bill Gates Bajára, és azt mondaná, hogy ma Bajától kezdve mindenki milliárdos. Tessék sorbán, és így cashbe odaadom mindenkinek az egy Samsung, egy bőröndet. És sorbálnának a bajaiak, igen. Kanyarogna a város. Igen, egy kis centrumos szatyrokkal. Nem jó, mert ahol többen laknak egy családban, tehát 6-8 fő, ott érte családon belül a vagyon, az 6-8 milliárd lenne. Na jó, mindegy. Na mindegy, okay, nem na. Volt házassági szerződés. Ugye most mindenki ezzel foglalkozik, az igen. Amerikai bulvár, a kínai bulvár, Kínában iszonyatosan népszerű Bill Gates, nagyon szeretik, nagyon pánikban vannak, hogy most mi történik Bill Gates-el, óriási népszerűségnek örvend egyébként Kínában. Kínában tele vannak empátiával a kínaiak. Így van. Igen, főleg az ujgurok iránt. Egyrészt mit tudhatott meg Melinda, hogy pont most válik? Aha. Robban-e a Pfizer bomba? Igen. Esetleg kiderül-e, hogy esetleg ő járt Wuhanban, és benne van esetleg a koronavírus jó hatással lesz ez a Moderna részvények árfolyamára? Igen, szakad a Pfizer, emelkedik-e a Moderna? De hogy kiderült állítólagosan, hogy aztán most ebben mennyi a pletyka, hogy mennyi az igazság, de hogy Bill Gatesnek állítólag volt egy elhajlási engedélye. Ennyi pénze van, és még ilyet is kap. Hát azért ez micsoda? Elhajlási engedélye volt Bill Gatesnek. Tehát engedélye volt, nem arról van szó, hogy félre csippelt. Igen, igen, ez egy hivatalos csippelés volt. Aha. Igen. Félre bútolt. Volt ugyanis Bill Gatesnek a házasság előtt egy felesége, ennek hívták, vagy barátnője. Aha. 80-as években jöttek össze, 7 évig alkottak egy párt, 1980 Lédien. 1980-ben szakítottak. Amikor is Gates megismerkedett Melindával. Izgalmas a történet egyébként. Ezt erre most a feleség pakolt ki. A kis Gatesi. És azt írták le, hogy a Gates Melindával való házasság előtt megállapodást kötött, igen? A feleségével, Melindával, ugye mostani exével már, hogy ennel minden évben együtt vakációzhatnak egy hétvégét. Ez az öreg Billy bácsi, ez a csáv, az sokkal öreg jobban Billy bácsi. Aki szemüvegen mögött ott osztja az ést, és közben pedig kujonkodás egy hétvégén keresztül. Lesz a kis szemcsit, összehajtok, hogyha berakja a kis tokjába. Na gyere csak ennek enni. Megfelelően, amit írásban is rögzítettek, a pár több mint egy vagy két évtizede minden tavasszal eltöltött egy különálló hétvégét az Észak-Karolinai külső partjainál álló egy hát plusz két félszobás, összkoportos, központi fűtéses, linolommal ellátott félszuterében. Persze, így van. Víz, na most mi van, kérem szépen, hogy hogyan van ez? Értelmezzük ezt egy kicsit részletesebben, és időzzünk el a részleteknél. Van Billy bácsi? Igen. Van. Aki 1987-ben megismerkedett ugye Melinda Gates-el, aki a később a felesége lett. Igen. Azt mondja neki, hogy egyre szeretlek Melinda, de... Legyél az én édes párom, but, de... But! Igen. Azt mondta, but! Igen. Feleségül is veszlek. Feleségül is veszlek. Életem végig. But! Un momento prego! Életem végig. But! Hűséges leszek hozzád. But! Igen. But van egy exem, akivel minden évben szeretnék eltölteni 3 napot, nagyon két nagy. Éjszakát a Saligiris Hotelben. Igen, a elnöki lakosztályában, ha ugye lakosztályban a Saligiris Lifestyle vendégeként a már oldalába. És erre azt mondta neki Melinda, hogy édesem, úgy szeretlek, legyen. Hogy ez aha. Rendben van. Hát azért ez gyerekek. Azt érzi? Mit tudott ez a nő? Melinda, N. Melinda. Ismerkedjétek meg. Ki ő? Te nagy.
Ugye, hogy azért ez egy nagyon izgalmas dolog. Mit tudott ez a nő, és van-e róla videó? Hát még a mit tudott a nő, az hagyjám, nyilván tudott valami nagyot, valami jót. Bár ugye azt biztos nyilatkozta. Nem azért, mert nagyon tetszik. Bill Gates nyilatkozott. Figyelj, nyilatkozott, hogy mit csinált. És azt mondta, hogy ezeken a hétvégéken egyébként számítógépes játékokkal játszottak. Óriási a duma. Persze, nyilván. Átprogramoztuk az egész éjjelt. Miközben a biotechnológiáról, vagy biotechnológiáról beszélgettek, nyilván, hogy szabadítsák ránk a járványt, ugye ezt akkor már nagyon tervezgették ott a tábortűz mellett, hogy akkor Wuhanból, vagy Washingtonból indítsák vévén. Legalábbis a férfi szerint ez történt. Persze, kint is jó, de jó technológia. Persze, nyilván. És csak kihozzuk a Windows 10-et, gyere, teszteljük már le. Na és hogy telt a hétvége, kérdezte Melinda Bilt. Ó, nagyon jó volt, végig zigzagoztuk az egész. Hagyjál már, persze. Wizard of War-hoz tuppe, hagyjál már! És en megint meg! 1987-ben még nagyjából Wizard of War-oztak, meg Aztékot játszottak, Hunchback, meg igen, ilyen játékok. Donkey Kongoztak. Donkey Kongoztak, és Summer Game, és Winter Game-eztek. Commodore 64-en. Igen. Hát csak nem Amigán, érted? Egyébként van az a szint, amiért 67 évesen még elválsz? Én zigzagoznál? Ezért a pénzért igen. Én zigzagoznék egy kicsit. Valahogy azt gondolja az ember, hogy ha már ennyit együtt töltöttetek, és van még mondjuk 10-20 szép évetek, hogy akkor úgy már nem válsz, nem? Vagy hogy... Főleg ilyen körülmények között, hogy még ráadásul van lehetőséged nosztalgiázni is egy kicsit. Meg kijött a film egy évvel ezelőtt, hogy minden nagyszerű, minden rendben, lehet, az egy hazugs... érdekes film, hát nyilván. De van egy rendezői változat is. Van egy rendezői változat, ahol azért így lehúl a lepel. Van közös célotok, van egy nagyszerű alapítványotok, ahova a vagyonotoknak már felét betettétek. De az menni fog továbbra is. Az menni fog, igen, azt mondták. Azt nem érintik, tehát ha rászorulok, azok felélegezhetnek. De akkor azért időzünk egy kicsit itt. Ugye valószínűleg azóta már Wimlennek, vagy ennek is van, vagy akkor utána volt egy pasia. Igen. Tehát ezt nem csak Bill Gates feleségének kellett megemészteni, hanem en jövőbeli férjének, vagy barátjának, hogy megérkezett Bill Gates egy magánhelikopterrel, beültette Ent, és elrepültek az észak-karolinai kis magánbirtokban. Zigzagozni. Kérdezem én. Elképzelhetetlen, hogy valaki ilyen viszonyban maradjon az exével, vagy egyből azt feltételezzük, hogy Bill Gates és Ann szeretkezni ment oda az észak-karolinai egyébként kandallós, medvebőrös, rönkfából készített 6000 négyzetméteres, 23 hektáros rancsra, ami nyilván 87-ben még nem volt az, hiszen akkor még nem tartott ott a Microsoft, mint ahol mondjuk most tart, akkor még azt hiszem, talán Bill Gates nem volt dollármilliárdos. Uh-huh. Akkor indult ez az egész, ugye? Hát akkor szerintem... csöppentek ők az őrületbe. Szerintem a véleményalkotásnak a hitelességét szerintem egy személyes példa húzza legjobban alá. Balázs 3 perc. Ami gondolkozik ezen a 3 percen. Hogy érzed? De várjál. Van az a jellegű spirituális, mély, őszintességen alapuló kapcsolat, amikor elhiszed a jövőbelidnek, hogy figyelj, tényleg semmi nincs, egyszerűen lelkitársak vagyunk, és elmegyünk, és együtt töltünk egy hétvégét, de nem történik semmi, ez nálunk már nem a testiségről szól, hiszen téged szeretlek, veled vagyok. De kell, hogy együtt töltsünk egy hétvégét. Ezt nincs, aki belefér, nem. Ezt nincs, egészséges, aki nem egészséges, összejött Békával, és Béka azt mondja, hogy van egy pasi az életébe, aki azóta is ott van, sok találkozásnak volt, nincs, szemtanulja, röhögnek, nincs köztük semmi, de azt mondja, hogy szeretne elmenni minden évben egy hétvégére a Mátraháza és a Parasa puszta között található hétvégi házunkban, hétvégi kis vicillóba, mert a Pac-Manben még mindig lenyom. Igen, és ezt nem tudom megemészni. Kérdezte Melinda, hogy én oda mehetek-e? Vagy mondták neki, hogy nem, te ide nem jöhetsz? Hát nem, hát ez az övék. Tehát így hangzott a kérdés, hogy mi ketten ráadásul megyünk el. Mi ketten megyünk el. Tehát nincs, hogy Melinda vagy ennek a pasija is eljön. Hát nincs, ők de közben te szerelmes vagy a Békába, és a Béka is beléd, csak azt mondja, hogy Feri, hozzád megyek, szülök neki gyereket, kapcsolatotok eleje, de ezt engedd meg nekem, és hidd el nekem, hogy nem történik semmi. Igen. Nem! Hogy hát nem hiszed hogy el. Hát, ahogy neked se, senkinek nem hiszik ezt el. Vagy tételezzük fel, hogy elhiszi, de akkor is nem bántó, hogy az életedből amúgy. Én például az előző barátnőmmel tökre jóba vagyunk. Írunk egymásnak, beszélünk a Bella Gabival. Ha most hazamennék, és azt mondanám a Békának, hogy Béka, elmegyünk így a viccuskával. De ez nem ugyanaz. Azért nem ugyanaz, mert amikor ők összejöttek,
akkor ő jelezte, hogy ez lesz. Nem 15 év után, mint hogy ti együtt vagytok, jeleznéd, hogy elmennék Vicuskával három napra, három egy hosszú napra hétvégére, mert hogy félpanzióban hát egyébként 23 ezer forintos szobárok vannak most. Nálunk az elején volt. All inclusive sió őszilé. Hát hogyha igen, amennyit akarsz. Annyit iszol, amennyit akarsz. Hozok neked is tudjuk, hogy azért ez. Az elején mondtad volna, hogy egy ácsi békalány. Van itt egy kis... forgás. Vagy pedig ő mondta neked, hogy, hogy Ácsi béka lencse, béka fiú, Ácsi varangyom, érted? Itt van egy régebbi itt varangy. Itt van Karcsi, akivel, itt van például Karcsi, akivel szeretnék évente egyszer egy hétvégére elmenni, és vadul nosztalgiázni. Nyilván csak főzőcskéznének, nyilván karácsonyfa díszeket készítenének, vagy színes papírkorongokból, stb. De hát... Mit mondanak erre a lányok? Te se vagy hülye, mit mondanak erre a lányok? Szerintem Balázs se. Tehát mondjuk össze is Mónival, és Móni azt mondja, hogy van ez a fiú az életemben, de már nincs köztünk semmi. Hozzád megyek, szeretlek. Bármikor oda jöhetsz. Elint ez zavart volna, most már videót kérek. És örülnél, hogy végre van egy szabad hétvégét. De azt mondja, hogy van egy hétvége, amikor mi fölmegyünk és beszélgetünk, és nem akarjuk megszakítani a kapcsolatot, egyébként meg átjön, átjössz, ott vagy, nincs titok. A kapcsolat elején mondja ezt a Móni. Nem, az a elején, kapcsolat elején még pont azt igen, mondod, hogy nem. Ne az, haragudj, elején, nem. Az elején nem. Figyelj, leginkább... A kapcsolat elején veszed át inkább azzal a csomaggal, ami van. Ha mondjuk ő jóban van az exével, akkor megpróbálod úgy elfogadni, nem megváltoztatni, ha van öt barátja. Tehát a kapcsolat elején könnyebb szerintem megy át, hiszen akkor még tiszta lapokkal játszol, és lefekteted a szabályokat. De ez 10 év után... dolog. Tehát én most csak kérdezek, mert tök érdekes ez a dolog, hogy valóban biztos, hogy szex volt, vagy nem is feltételezzük, hogy nem lehet más. Ha nincs vagy szex, nem? Akkor se jó. Ha tényleg ez történt, hogy ők a technológiáról beszélgettek, és egyébként videójátékoztak, berög, érted? Akkor se normális dolog. Akkor jöjjenek össze hetente egy délután egy kávézóban, vagy mit tudom én hol, és beszélgessenek erről. De itt szerintem maga az elvonulás olyan, hát olyan furi, igen. Hát megcsalásra okot adó? Ja, hogy ez több, mert videójátékozni, mint hogy a technológiáról videójátékozni lehet nála is, tehát enni is jöhetne hozzánk. És addig mond, Melinda főz mondja Melinda, valami. És akkor hát érted persze. Az egyik szóval, hogy jó, harsányan nevetnek, játszadoznak, és közben Melinda időnként bevisz valami ropogtatni valót, vagy valami. Hát ez is elképzelhető, nem? Tehát ezért miért kell elvonul? Ki hiszi már el azt? Tehát itt a kettesben levés az, ami szerintem így egy kicsit furi ebben. Én elhittem volna egyébként, hogy szüksége van Móni X-ének egy egyfajta utókezelésre, mert tudom, hogy a méreteim ellenére elég nagy falat voltam, nehéz volt lenyelni engem. Így, de hogy az elején azért én nagyon meglepődtem volna rajta, hogyha egy ilyennel jön elő. Később tehát akkor nem. Tehát akkor ez egy elhajlási engedély? Egy Melinda Gates-től az volt? Igen. Ez egy elhajlási engedély, hogy menjél és engedd ki a gőzt? Tök klasszik. Hát bármennyire is megbízol a pasiba vagy a nőben, és tényleg szerelmes vagy, és amit elmondtál, az mindig az, hogy a béka azt mondta, hogy neked szülök gyereket, veled vagyok, de amikor ezt mondaná, hogy azért egyébként meg elszadunk egy hétvégére így... Karcsival. Így hittek a régi. Én azt mondom, hogy Karcsi. Valahogy Karcsinak képzel. Bár mond, na most van baj. Amikor mi van? Összejöttünk. Mi a beszéltem? Az már régebben, az csak érdekesen mi az. Na most van baj. Na most van baj, bekuláztam. De ez nem jó, mert nem volt a pasia. Ja, jó. Igen. Mert ő például, a béka, ami kapcsolatunk elején, még veterán rally versenyző volt. Ő volt az... Ez az, hogy olvasatotokban mit jelent? Azt jelent, hogy eltűntek hétvégére azzal a csávóval. De ez nem... De ez baj. De nem volt a pasia előtte. Azért aztán megállítottam, hogy nem jó a példa. Aha. Nem jó a példa, mert ha pasia lett volna, akkor én is ugyanebben a cipőben járok. Basszus, mint mit fár el Zsolti? És ha 15 éve előtte a barátja volt, és ha 15 éve előtte a barátja, és azt mondja, hogy mi egy héten egyszer, vagy egy évben egyszer elmegyünk egy rallira három napra, amit ketten vagyunk, és nyomjuk az erdőbe a rallit. Miért kellene, hogy megszakadjon egy kapcsolat azért, mert te vagy valakivel egy barátság? De hát azért csak elmennék a pályaszélére szurkolni, érted? Hát akkor most pénteken elég. De akkor nem bízol benne? Vagy akkor ne azt feltételezed, hogy megcsal? Nem feltételezem, hogy megcsal, de hát vagy akkor mondjon le erről a te kedvedért, hogy neked megfeleljen? Hát nem, de akkor menjek én is. Hát Bill sem igényelte, hogy Melinda ott legyen, és hordjam fele, érted, a koktélkrékert, látod? Tehát, hogy Ferinél se örültek volna neki valószínűleg a békáik, hogy azt mondja, hogy jó, de én is megyek veletek, és majd szurkolok nektek a pályaszélére. És én asszom a békával. Fú, nem, de jó. Tehát ja. Melinda látta akkor, hogy ebben nagy lóvé van, és elengedte azért. Akkor még
nem volt. Nem a 80-as években már 80-as években már indulgatott, 85-87 környékén indulgatott. Vagy, vagy pedig azt mondott, hogy egy olyan gondolkodásmódú nő volt, aki azt gondolta már akkor is, hogy a hosszú távú kapcsolatnak, a kiényesült kapcsolatnak ez lehet esetleg az alapja. Hogy ő meghagyja azokat azt a mozgási teret a barátjának, vagy a szerelmének, amire valószínűleg később igénye lesz. Jó már nekünk olyan valaki, aki párkapcsolatban él, de vagy a barátja, vagy a felesége, vagy a barátnője, vagy a párja. Engedd neki egy évben két napot. Hát, ha találunk egy ilyet. Nem most nem arról szól, hogy most megcsalja, vagy nem, vagy hogy mi történik. Hanem aki engedi, arra vagyok kíváncsi, hogy miért engedi. Mi az ideológia? Azt, hogy tudom a férjemről, hogy neki erre szüksége van. Három napra elmennek a haverokkal, és azt sem, amit akar. Én tudom, hogy a barátnőmnek van három fontos barátnője, egy évben egyszer kimennek külföldre, és abban négy napban nem kérdezem, igen, hogy mit csinálnak, csak érezzék jól magukat, nyilván, és nem nyomozok, nem kérdezek, hanem az nekik. Van erről már film is, mint elhajlási, igen, engedély, igen, a pasik szerencsékedlenek, a nők becsávóznak közön, tök szórakozható film. De ezt még nem csináltuk meg témának, hogy írjon olyan, akinek vagy megengedik, hogy mit mond a barátnő, vagy ami még izgalmasabb, aki megengedi. Hogy ott mivel magyarázza ezt magának, és hogy nyugtatja meg magát, vagy hogy alakult a kapcsolatnak az evolúciója, hogy így jöttek össze, hogy ezt a pasip vagy a lány kérte, vagy kialakult, és ebbe belemennek, vagy mindkettőjüknek van egy évben. Van egy kölcsönösség, ez nagyon igen, érdekes. Igen, vagy mindkettőjüknek van egy évben három nap. Mit? Itt nem volt. Hát nem tudjuk. Hát ha találunk egy ilyet, aki megszólal nekünk is, elmondja. Jól jövünk mindjárt a hírek után. 3-8 pontosan 4 perc, ha valaki megírt SMS-ben, hogy Bill keményen tolta a passziánuszt. Ugye arról beszélgetünk, hogy válnak Bill Gates-ék, és kiderült, hogy ugye mielőtt Bill Gates összejött volna Melinda Gates-el, neki volt egy barátnője, és azt kérte a Melinda Gates-től, a mostani feleségétől, vagy hát akitől már válik, hogy ezzel az Ann Wimblen nevezető lányjal ő hagy töltsön el évente egy hétvégét valahol az észak-karolinai külső partjánál álló szerei zegzugos kis nyaralóban. És aztán nagyon sokan megírtátok... Mátra típusú faházban. Nyilván, nagyon sokan megírtátok nekünk, de félreértettétek a dolgot, mert mi nem azt keressük, hogy most valakit a barátnője elenged hétvégére a haverokkal. Vagy valakit a férje elenged a barátnőivel, és nagyon sokat kaptunk, de én ismertek, de nem ez volt, nem erről szólt a felhívás. A felhívás, ez nem olyan nagy dolog. Ez nem annyira nagy dolog, mert még én is, meg Feri is, tehát hogy nincs ez a baj. Óriási kegyként éli meg, hát az... Ott a baj. Igen, tehát ez nem erről volt, hogy mi olyan hallgatót keresünk, aki, ugye aztán elkezdtünk arról beszélgetni, hogy ez egy elhajlási engedély, ez egy lelki kapcsolat, ez valamiféle olyan dolog, ahol egyszer szüksége van két agynak arra, hogy kockuljon egy kicsit egy észak-karolinai házban, vagy egyértelmű, hogy szex volt, és ő nem tudta lezárni a volt barátnőt, mindenki elmondta a véleményét, hogy mit gondol erről. Nem tudjuk, hogy ebben az esetben erről van szó. Lehet. Benne van a pakli, tehát hogy mindenképpen azt gondolhatod, vagy hogy neked ezen is járhat az agyad, hogy éppenséggel ez is történhet. Ha tudom, hogy nincs szex, igen, akkor se jó. Hát nem. Találkozzanak minden kedd délután egy kávézóba, igen, és beszéljék meg. Nem. Én azt gondolom, hogy ha szexről szólna, akkor, ha is meg akarja csalni a barátnőjét, akkor találkozik két hetente valamelyik ingatlanjában, és szexelnek egyet. Tehát, hogy ez nekem meg pont az, hogy ez valószínűleg nem arról szól, hát ha te nem váltál le az exedről, akkor megoldod ezt mondjuk titokban, nem ilyen de, reprezentatív okay módon, hogy elmész egy évbe egyszer. Na de ezt mondom. Valószínűleg ez a két csaj, ez a csávó, ez két kocka nekiállt, és megfejtették a világ nagy dolgai. Most lehet, én vagyok naív. Nem. Tök jó, pont én a félrelépés sokkal egyszerűbb, mint nem, hogy egy évben egyszer szólok, hogy én el akarok menni vele, érted? Hát ha valaki félre akar lépni, azt egy kedd délután 3 órakor megteszi. Így van. Én nem? Pont kiveszem belőle a szexet. Én pont azt mondom, hogy ugye, akkor hogy se, ha nincs benne szex, akkor se. Aha. Valahogy olyan idegen az egész, érted? Érted, tök igazad van, értem. Most minek mentek el? Ha beszélgetni akartok, akkor üljetek le. Egy koktélkrékerre. Nem, egy koktélkrékerre. De! Úristen, apám mondott nekem ilyeneket. Gyertek át ide, nem menjetek soha. Ne menjenek! Nem, gyertek egy nagy a ház, üljetek le, beszélgessetek. Na de most elmész 3 napra. Addig megolajozom az ifát. Aztán igen, addig én kimegyek, megforgatom. Szóval a felhívás hallgatóknak is az volt, hogy arról beszélgettünk, hogy van-e valaki, akinek van effektíve olyan elhajlási engedélye, hogy elengedi a párja, a férje. Azt mondja neki, hogy figyelj, Béla, egy éve 3 napot azt csinálsz. Vagy figyelj, Erika, igen, te oda mész, és azt csinálsz, és nem fogom megkérdezni, külföld, barátnő, 3 napig szabad vagy. Na és erre írtatok nagyon sok, hogy persze mi is megyünk nyaralni külön, meg fiús hétvégén, meg lányos hétvégén. De, de nem teljesen erre itt gondoltunk. Erről van szó, hogy tényleg, hogy ereszt ki a gőzt, vagy ereszt be a gőzt.
És mekkora különbség. Passziánusz. Az öreg Bill Gates azért passziánusz. Azért igen. Itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt. Hello, sziasztok. Szia, hello, hogy hívnak? Viktor. Viktor, hello Viktor. Na, nálatok mi az élethelyzet? Hát nekem van egy feleségem, és kaptunk egy gyereket is, úgyhogy közösen neveljük. Várj, segítség is, kaptunk egy gyereket, hogy van? Tehát, hogy... Hát kaptam egy gyereket. Tehát a párod hozott be egy gyereket, igen, a házasságba. Igen. Aha. Igen, igen. És az ex-férjével évente egy hetet elmennek nyaralni. Ez milyen érdekes élethelyzet? Ez elég morbidul hangzik, viszont über jó, nagyon jó. Egy hétig együtt vannak, egy hétig újból veszekednek, egy hét után hazajön, és minden. És rájön, hogy te vagy az igazi. Aha. Pontosan. De várj. Ezt elemezzük egy kicsit. Mekkora a gyerek? 8 éves. 8 éves. Mm. Mi ebben az ideológia, hogy úgy egy héten, egy évben egyszer közösen nyaralnak? Tehát mivel magyarázzák ezt? Ennek az értelmi szerzője én voltam, hogy ezt ők csinálják így, mivel hogy a gyerek szeretett volna az apjával is lenni, az anyjával is lenni, legyenek közösen, nyugodtan, nincs bennem semmi rossz érzés. Viszont tudtam előre, hogy amikor együtt vannak sokáig, akkor általában veszekednek. Innentől kezdve csak én lehetek a nyertes. Uh-huh. Aha. És akkor nem azt választottad, hogy sok kicsi legyen, tehát mit tudom én, egy évben többször találkozzon a gyerek az apjával, hanem egy nagy nyáron. Minden hétvégén az apjánál van. Ah, tehát ja, van több is, de hogy úgy gondoltad, hogy legyen tehát egy közös nem... hét. Aha. Tehát az, amikor az apjával és az anyjával van. Igen. Aha. Jó, értjük. És utána a gyerek is érzi, hogy sokkal jobb velem lenni, mint amikor a szüleivel veszekszenek. És akkor ők elvonulnak egy évbe egyszer, mint egy normális család, együtt nyaralni. 5-6 napra, igen. Külföld, belföld? Csak belföld. És te fizeted, aha, ugye? Nem. Na, ilyet még nem hallottam, ez nagyon óriási, érdekes. Hát a gyerek kvázi már tulajdonképpen elfogadta, hogy a szüleink elváltak, de még egy évben egyszer elmegyünk együtt, ahol egyébként a szülők veszekednek. Érdekes, kicsit más téma, de értem ebben az ideológiát, hogy menjen el és tapasztalja meg. De miért nem, te félsz attól, hogy ő visszamegy? Vagy volt benned egy félelem? Vagy... Aha. Nem, itt a gyereknevelésen van a hangsúly, hogy megértse, hogy miért nincs apa meg anya együtt. Mert hogy úgyis elfogadom, én ezt nagyon máshogy gondolom. Mindig rájön, és egy fél évig legalább benne van az, hogy tudja, hogy miért váltak el. És akkor jönnek haza egy feldúlta a kisít szemmel, és akkor na ugye, ki a főnyerem, ki a ennyi. Igen. Viktor, és mi van egyszer úgy, az, hogy jó volt, és tök jól érezték magukat, és nagyokat beszélgettek, és teljesen jó volt. Akkor még egy hétre visszaköltözünk vissza. Régi sérelmeket megbeszéltek, és nagyon jól érezték magukat. Hát eddig még csak kétszer voltak így, de mind a kétszer úgy jöttek haza, hogy soha többet nem akarnak. Vagy ez a fedősztori. Aha. A békülő szex. Békülő szexről akkor te még nem hallottál. Nem. Külföldön vagyunk. Mit csinálnál, ha megtudnád, hogy történt valami? Hú, nem tudom. Ráadásul úgy, hogy te kezdeményezted. Te küldted, te ma engedted, és azt mondta, hogy figyelj, letettük a gyereket az ágyba, ittunk két mohitót, ő még bevert egy vodkát. Igen, aztán a gyerek egy pinnyi nem korádán. Szeretjük már egymást, nem akarunk semmit egymást. Ott volt, nyaraltunk, nyár volt, szexeltünk egyet. Hát nem tudom. Te küldtél, de azt mondtad, hogy menjünk. Hát nem tudom. Egyszerűen nem olyan a helyzet, hogy összejöjjenek. Én azt az élethelyzetet sem tudom elképzelni, hogy valakit elváltál, végre túl vagy rajta, végre lezártad, végre van egy új, de évi egyszer elmész és végigveszekedsz egy hetet, csak azért, hogy a gyereknek jó legyen, abban az a gyerek abban az egy hétben többet szenved, mint egyébként fél évig, amikor nyugi van. Érted? Tehát, hogy ez egy ilyen álspirituális dolog, hogy elküldöm valahova a gyereket, hogy tudja meg, hogy egyébként neki ott ugye lássa, hogy nem jó, de azért minden évben egyszer elküldöm, hogy lássa meg, hogy nem jó. A gyereknek nincs annál borzasztóbb, mint apát, anyát, a régen egy család voltunk, látni, hogy veszekszik. Mit élem el a módszer, csak mondom, hogy családdinamikailag azért ez egy érdekes élethelyzet, hogy menjetek és nézd végig, hogy anyád-apád veszekszik, és aztán gyere haza hozzám, hogy láss, hogy aztán nálunk milyen nyugi van. De értem, hogy közben neked ez egy ilyen mély elfogadás, hogy persze legyen együtt a család, ez egy tök szép törekvés. Kicsit szerintem naív, mert ez valójában az életben már valószínűleg nem kivitelezhető. Ha csak nem úgy, hogy elmúltak a régi sérelmek, nem veszekszünk, már jóba lettünk az exemmel, a férjemmel, és tényleg tudunk egyet közösen nyaralni, de akkor meg már úgy, hogy mindenkinek ott van az új, és akkor egy család vagyunk. De ez évente egyszer veszekszünk egy hetet a gyerekért, úgyhogy a gyerek egy hétig azt ott nézi. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a gyereknek egyébként annyira jó, mint inkább végleg lezárni és elfogadni ezt, hogy apa anya szakított, de mindenkinek a más élethelyzetben normalizálódott a helyzete, van egy új kapcsolata, itt is béke van.
Itt is béke van, a gyerek megérzi a lelki szabadságot, hogy ide is mehetek, nincs baj, és ide is mehetek, itt sincs baj, itt is biztonságban vagyok. Hát ki az a Popper Péter? Hát ki az a Popper Péter? Hát én szerintem egy elég nagy gondolkodó, jó koponya. Csak viccelek. De tök jó, hogy elmondtad. Ő, nagyon jó, hogy elmondtad. Csak is az ex-férjének az új csaja, az mit szól? Tényleg jó a kérdés. Nincs. Vissza akar menni a feleségedhez. Igen. És ti akartok közös gyereket, vagy rajta vagytok, hogy legyen még egy közös is? Már elég idősek vagyunk ahhoz, hogy ne legyen. Ne legyen. Aha. De ez egy tök jó gondolkodás. Bölcsek. Hogy menjetek, legyetek együtt, és nem vagyok féltékeny, és nem a birtoklás, hanem hogy legyen együtt az a család, aki egykor egy család volt. Ez egy nagyon értékelendő felvetés. Hány párkapcsolat működne szebben, ha sok ember így igen gondolkodna, hogy te mondjuk az esetekben, ne csodálkozzatok rajta, hogy a gyerek fogja majd már legközelebb azt mondani, hogy én inkább itthon maradnék. Az is benne van, persze. Az és is benne és van. Akkor jön a nagy pofon, hogy ők viszont azt mondják, hogy jó, akkor attól még mi megyünk. Maradj kincsem. Na, azt már túl gondoljuk, igen. Jó, de ez egy nagyon klassz. Te mivel foglalkozol egyébként? Mit csinálsz? Hát én egy ilyen futárcégnél dolgozok. Uh-huh. Futárcégnél. Uh-huh. Na jó, már érdekes. Autóalkatrész futárcég. Érdekes felvetés, ezt így ebben a formában még nem hallottam, de érdekes. Köszi, hogy elmondtad, tök jó, hogy csörögtél, köszönjük. Szívesen. Hello. Nem, hogy ebben van egy ilyen naivitás, vagyis hogy mondjam, hogy egy ilyen gesztus, hogy persze legyetek együtt, nem vagyok féltékén, nem birtokolok, nézzétek meg, hogy tudtok-e még, hiszen egy család voltatok. Ez egy nagyon szép. Valójában azt hiszem, hogy az életben nehezebben kivitelezhető, mint ahogy amilyen jól hangzik. Mm-hmm. Nem, ez egy kicsit egy ilyen nagy felvetés. Hosszútávon ez biztos, hogy nem működik. Tehát egy-két ilyen alkalom szerintem elég ahhoz, hogy a hogy nem akarsz már az exet, de azért váltál le, nem akarsz már az exet. Igen, de most itt ugye itt most a gyerek volt, vagy egy gyerekem volt alapvetően a hangsúly. Ez persze, hogy nem. Ezt akarom mondani, hogy ilyenkor már valószínűleg a gyereknek leesik a tantusz, hogy jobb az új apukájával, vagy jobb az új családban, mint a régiben, mert hogy itt egyértelműen erre megy ki a játék. Igen. Viktor be akarta bizonyítani a gyereknek is, meg a párjának is, hogy nekik jobb. Itt van egy olyan szándék, ami nem feltétlen az elengedés, vagy az elfogadás, vagy az önzetlen szeretetet mutatja, hanem egy önös érdek, hogy aztán jöjjön haza a gyerek, és lássa, hogy jobb. De tök jó, hogy elmondta, nem feltétlen jó, igen. Addig, amíg anya nyaral, Viktor, mit csinál? Jó kérdés. Te addig mit csinálsz? Hát autóalkot részeket. Igen. A férjem 2 éve megkérdezte, hogy elmehet a barátaival Horvátországba. Természetesen igen mondtam, a bizalom a kapcsolat alapja, 3 évig volt. Én nem görcsöltem rá, hiszen aki menni akar, arra rá kell adni a kabátot. Igen, én nem mennék csak csajokkal, mert nekem nincs erre igényem, de ha több párral vagy barátokkal menjünk, akkor egyértelmű, hogy én vagyok az első, aki elkezd szervezkedni. Ez tök más sztori, ez egy más sztori. Haverokkal oké, meg barátnőkkel. Ne gondold, hogy sokaknak az oké. Ezt tudom, nagyon de most nem. A mi példánkat mondom, hogy nálunk is van ilyen. Kész. Nagyon nem. Jó, mondjuk, hogy tudja a béka, hogy már Budapest határnál annyira részek az egész csapat. Ja, tehát, hogy képtelen lennétek bármire. Az Osztyapenko, már nincs ott az Osztyapenko, már ez nyitott ki a Vennek az oldalt, hogy kihányjál az UMB kútra. Feri, mi 80-nal megyünk, ne! Feri, utáljunk meg! Gyerekek, 38 000 milliárd forint. Igen. Hagyjuk ezeket az érzelmet, Balázs. 38 000. Még egyszer mondom, 38 000 milliárd forint. Kifeleznek, mert nem volt házasság szerződésük, én úgy tudom. Képzeld, ők azt mondják, hogy 10 millió dollárt adnak a gyerekeknek, mindenkinek. Igen. Heti zseppénz. És a többit eljótékonykodják, nem hagyják, hogy a gyerekik életét tönkre tegye a pénz. Aha. Na most 10 millió dollár magyar szemmel nagyon sok, de azért ott veszel egy házat, egy lakást, nem egy autót. Valójában a 10 millió az nekünk nagyon sok, az ott egy komolyabb ház Malibuba, vagy mondjuk egy Kaliforniába, vagy Los Angeles, külső. Los Angeles külső. Tehát nagyjából ez, tehát a 10 millió dollár nem olyan sok, bár csak az én apám adna 3 milliárdot, hogy mit tudom, mennyi. Hát valószínűleg ezért van egy de hogy nem kérhetnek, és azt, hogy nincs több pénz, ez is benne van. Tönkre teszed az életemet. Igen, hadd próbáljam meg, apa. Nem, szerintem pont tök okosan gondolkodnak. És azt mondják, hogy figyelj, nem, teremtsd meg, állítsd elő, szolgáld meg, érezd, hogy milyen megkeresni, mint hogy apád azt mondja neked, hogy itt van 500 millió dollár, a seggére versz, elkényeztetett okay. Leszel, jó, ezt értem, sohasem nem fogsz becsülni, értékelni, és nem fogod érteni, hogy mi az, hogy magángépen röpködsz, mert nem te teremtetted meg, ez egy jó gondolkodás. Ez jó gondolkodás, de a 3 gyerekből egy azt mondja, hogy én szívesen csinálnám azt a céget, amit te csináltál. Az lehet, hogyha beletanul és alkalmas, az oké, okay. Az igen, de nem ad nekik többet, az jó. Mindent el akarnak jótékonykodni. Az nem jó. Ennyit. Mit csinálsz? Ennyit, mit a 38 ezer milliárd forintból azért nagyon sok jó cselekedetet az tudsz végre. Én besorolnám, ha nem adsz pénzt, átmegyek a Apple-höz. Nem, veszek egy Apple-t. Hallod.
Na jó, nézzétek meg ezt a dokumentumfilmet, egyébként érdekes. Kicsit idealizálja Bill Gates-et, de egyébként tök jó. Nem tudom, hogy Netflix vagy HBO, hogy 3 vagy 4 rész. Jó egyébként. Na jól van. Nem találtunk akkor ilyen gyerekek, nincs nem, ilyen. Nem, nincs. Nem. Többen kérdezik Bajáról, hogy ez csak egy fikció volt, vagy tényleg számíthatnak egy kis zsugár. Hogy szólt-e Bill Gates, hogy... Nem, Bill Gates belenyúlna egy ilyen... Főleg hallgatták az adást, és most nagyon sokan reménykednek ott van. Belenyúlna egy ilyen gömbbe, és azt mondaná, hogy kihúzok egy várost, és ha annak a lakói száma megegyeznek az én 1000 milliárd, akkori, vagy annak az országnak a devizájával, mondjuk a forinttal, akkor én az egészet odaadom. Hungary, oké, okay. Baja, 8000 ember kapna 1 milliárd forintot Bill Gates-től. Winner is Bece. Bece? Bece. Ez micsoda? A Baja. Ja, Baja, Bece. 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 Winner is Bece. Bece. És ott állna 38000 ember igen. Sorba. Hey, hallottad? Hallottad? Bill Gates. Mi van milliárdoskán? Te is az vagy? Mi történne Bajával? Fél éven belül, ha kapna 38000 ember 1 milliárd forintot, mi lenne? Betörése? Gyilkosságok? Egy boldog, virágzó város? Azonnal oda mennének a bűnözők? Bezsaluzott ablakok, fél éven belül csődbe ment emberek? Armageddon? Alkoholisták? Szexturizmus? Mi történne Bajával, ha mindenki kapna 1 milliárd forintot 38000 ember? Tudod, mi lenne egy hónap múlva? Messziről látszom, hogy csillogás, tudod, aranyozott Baja tábla. Isten hozta a Baján. Igen. A milliárdosok városában. Eltűnne, elköltenék, befektetnék, kirabolnák egymást, kölcsön adnának, és egyéb múlva rosszabbul állnak, mint ahogy most állnak. Én azt várnám, hogy ilyen csuklónyi alanyak látszok a felpimpet. Ilyen snowtágra. A Bajai Halászlé Fesztiválon aranyozott bográcsok lennének. És aranyhalból lenne. Gyímán fakanállal aranyhalból. De várj, mindenki tudná, hogy a Bajaiak kapták. Tehát a bajaiak rokonaiak, és nem Baján élnek, viszont kérnének. Tehát a bajaiak például elköltöznének Bajáról, hogy ne menjen oda senki Bajára, mert megszaporodnak a betörések, a gyilkosság, az emberölések, tehát valószínűleg vagy folyamatosan költözni kellene, mint belül a kunoknak. Vagy a bajaiak a 4 méteres kerítéssel körbevet város. Igen. Igen, Mohácsoláltunk néhány bajait. Baja építene maga köré egy kerítés, igen, és azt mondaná, hogy ide csak a bajai jöhet. De nem tudod megtenni, hát ezt tudod megcsinálni. Hát, ellenőrzésért, tehát hogy ne legyen, lenne egy út be, egy út ki, ott lehet menni. Baját a Walton Security véri. Hova? Én csak átutazóban vagyok, ön mehet, forduljon vissza. A bajaiak nem engedik, hogy ide bárki bemenjen. Elkészült a bajai metró új szakasza. Igen. Eddig a Burj Khalifa volt a legmagasabb építény. A bajaiak felúsztak egy 2600 méretű Burj Baja. Burj Baja. Tornyot. Az építkezésnek sem értelme nem volt, elment rá egy csomó pénz, viszont mi vagyunk most azok. Az országon a legmagasabb épület található. Igen. Lennének ilyen értelmetlen szökőkutjátékok, igen, és a bajai pusztákban óriási aranytavak, szökőkutak, tornyok. Az álmos felüljáró Bajára, háromszintesen. A 30 méter magas úgynevezett pisilő nagyfiú. Ami egész nap aranyat pisil. Halászlevet pisil. Halászlevet pisil aranyból. Halászlevet, csípős halászlevet pisilne, fintorgó arca. Igen, de ezt reggel a szegediek ellopnák. Ja, nem, akkor gyufatésztát kell mellé tenni, akkor már nem kell a szegedieknek. 38000 milliárd forint, gyerekek. Na, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 8 óra. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek, jó reggelt, 8 óra után 12 perccel, kérem, hiszen Etrisz úr foglalja össze, hogy mi várható. Az utakon, az utcákon... Közlekedési dugók, forgalmak, jól haladó autók, ez várható valószínűleg, ami most van, Őrsvezér útjánál a paneleknél őz szaladgál. Mi van? Ne, értelmezzük ezt. Őrsvezér útja, panel... Őz a szaladgál. Feltétlenül és mindenféle fenntartás nélkül elfogadjuk, igen, amit a hallgató írt, teljesen reálisnak tűnik, hogy... Igen, ezt nem írta, hanem telefonon jelezte, ami drága Annánknak, aki kihallgatta, megszólította az őzet is, ismeritek az alaposságát, valóban ott van az ősz. Uh-huh. Jó napot kívánok, csak az őszettél, az itt elfelejtem, egy mókus ül a fán. Uh-huh. Tessék, egy mókus ül a fán. Mókus ül a fán. Hát csak az mit kell csinálni? Egy mókus ül a fán.
Ez ilyen telefon lesz. A 112 ma meg kap egy csomó telefont, hogy őzek rohangálnak az IKEA mögött Budaörsön. Én azt gondolom, hogy az említett emlős állat kompatibilis azzal a növényel, amin éppen tartózkodik, tehát szerintem hagyja békén. Oké, Hegyeshalom, Ausztria felé 2,5 óra várakozás. Azt a mindenit. Köszönjük szépen! A közlekedési hírek támogatója netrace.hu, a piacvezető biztosítási portál. Na, jaj, gyerekek, Ausztria. Itt vagyunk. Ausztria felé, ilyen lassú a haladás? Igen. Óvatosan, akkor biztos mindenki. Biztos már menni nyaralni. Igen. Óvatosan haladjatok lassan. Alkotás úton egy tigris kotok dél felé, köszönjük szépen. Igen? Igen, ez is jött még. Kerepesen a Kossuth téren egy gnú sétálgat a piacon. Ezt most nem mondom komolyan. Most látom egyébként, hogy Abony felé egy jegesmedve sétálgat egy struc társaságában a Molkúton. Éppen készülnek venni ma 2 darab kapucsinó. És az igen is kiderülne, hogy mindig az. Na, amivel mi foglalkozni akarunk. Az egy téma. Az egy téma. Egy nagyszerű téma. Olvastátok a hófehérkés történetet? Nem, mi az? De régen igen, és a hókefélkéset? Persze, hogy olvastam, azt kívülről tudom. És a hótehénkéset, az is milyen jó volt. Istenet, jó volt. Nem. Kézzétek el, ott tartunk, hogy barom érdekes a dolog, mert hogy lassan valójában minden mesét át kell majd írni, minden meséből ki kell vágni ikonikus, klasszikus jeleneteket, mert a PC, az őrület elérte már a Disney meséket is. Ki akarják vágni a hófehérkéből a csók jelenetet? Most figyeljetek, nem semmi a dolog. Szexuális erőszak vágya miatt. De várja, a törpék csókját, vagy nem, a királyfiét? Nem, a törpék soha nem csókolták meg. Az a te mocskos fantáziádban van. Az a te mocskos szemét gengbengen átítatott fantáziában van. Nem, az eredetiben sem smárolták le. Neked az agyadban az, van meg, hogy a hét apró végig bent hófehérkét. Igen, az, nem volt benne. Az Kovi rendezte, és az egy teljesen más, még VHS-re készült. Jó? Azt felejtsük el. És mire a királyfi odaért, addigra már igazából. Mindegy fot. Nem egyezik nem azzal, amit a gyerekeknek tanítunk a beleegyezés fontosságával kapcsolatban. Ugye miről szól ez a jelenet? Ez arról szól, hogy hófehérke fekszik ugye egy, hát a feldolgozás szerint egy üvegkoporsóban fekszik, és hát halottnak hiszi mindenki, mert a törpék ott van, sírnak. Ott van a kis alma torkincájában. Jonatán alma csutka, a kis tényleg a kis hát torkában, ahogy mondod. Nem csinál senki gégemetszés, hogy ledugjon oda egy pakszollat, hogy kapja a levegőt. Kapitánya, hanem ez egy fél alma. Megérkezik a herceg, és mit csinál? A maga tehetetlen... Körbenéz. Alvó. Maga tehetetlen, alvó. Hát halott, nem alvó. Halottnak, igen. És az egy búcsúcsok. De az egy búcsúcsok, bocsánat. Az egy búcsúcsok. Ne, hát akkor lesz szerelmes benne. Ne, igen, de a királyfi részéről az egy búcsúcsok, nem? Most, azt most nem tudom, hogy milyen okból csókolja nem, meg nem igazából. Az, hogy őt szerelmes lesz. De faj a hú, nem lát senki a kód belekóstol. Összenyálazom a halott ajkait. És azt mondja a Disney, aki tényleg, szerintem ez már annyira túl van tolva, és annyira abszurd, és annyira nem normális, és ez teljesen beteg. De szórakoztató, tehát ha már ezen a hullámvasúton ülünk, akkor üljünk úgy, hogy jól szórakozunk, nem? Nem tudsz mit csinálni. Tehát ez a fajta pisz is kérdés, ez már olyan szinten van túl tolva, és annyira borzasztó, hogy egyébként meg nincs az a gyerek szerintem, aki ebbe ezt belelátja. Ebben mi felnőttek látunk bele egy csomó szexuális erőszak, meg abúzus, meg diszkos történet után olyan dolgokat, amiben 8 éves gyerek beülsz a hófehérkéről, ezt nem így gondolom. Mennyi idős ez a fehérke? Hol megy a hófehérke? 60-as, 70-es években csinálta a Disney-t valahol. Jézus, egy granny. Egy halott granny. Még mennyi idős volt? 50-es évek. Jaj, mennyi idős a hófehérke? Maga 20 éves volt. 20 éves? Még annyi se. 37-ben csinálták. 37-ben csinálta. De nem úgy, hanem a sztoriban hány éves volt. Hány éves lehet? 1937-ben született. Számolt ki. Amikor befeküdt az üvegkoporsóban, 45. Pont. Illetve pontosabban, ha 37-ben készült, 18 évvel később feküdt be az üvegkoporsóban. Egy idős volt szegény anyámmal. És kivágták, vagyis kivágják, és felszólítanak mindenkit, aki ezt forgalmazza, megadja, hogy vágják ki ezt a jelenetet, és a Disney már ezen dolgozik. Ugye, mert hogy hófehérke nem egyezett bele Jézus. A csókba, jó. Amikor is a herceg szájon csókolta. Jó, akkor mi lesz a vége, hogy bejön a királyfi, és elbotlik a koporsóban, és ettől pedig... Meglöki a koporsót, és így van. Megvan. Ennyi. Egy ott heverő kőbe. Vagy az egyik törpébe megbotlik. Na, és, de nem jó, mert ez se píszi. Ha már egyébként csak mondom, rohadjon meg mindenki, aki törpézik. Igen, bocsánat, ne arra, csak a kisnövésű. Mert ő, tehát a kisnövésűek, vagy az alacsony növésűek, vagy a kis emberek nem szeretik, hogyha törpézik őket, tehát hogy már eleve már a címmel is tehát probléma van. Tehát hófehérke és a hét kis ember? Igen, a hét nem túl magas rác. Férfi. Nem túl magas rác. Nem túl magas bányász. Bányász srác.
Ez lesz az új címe, mert nem törpészet. Nem törpészetek. Nem törpészet. De miért nem? Hát egy törpének nem vannak állatok. Nem mondhatod, mert a törpén nem örülnek neki. Nem szeretik, hogy azt mondhatod, őket. Hogy alacsony növésű kisember, kis ezt mondhatod egy, rá. Egyébként Krisz, abban igaza van, Krisz, hogy akkor miért nem nekrofília vált? Tehát akkor miért nem durvul be a Disney és mondja azt, hogy gyerekek, hát halottakat akkor nem csinálunk semmit. Mert na de akkor hány ilyen... Annyit ér, mint halottnak a csók, akkor ne keljen fel. Nem, de nem mondhatjuk, hogy halott, hiszen ő nem azt hiszik róla, hogy halott, ezért nem nekrofília. Mert ő tulajdonképpen ugye nem halott, csak azt gondolják a törpék, hogy az. Még egyszer mondom, hogy ne. Nem. Ne törpézzél. Bocsánat, az jó, kis emberek kisnövésű, mondják. Kisnövésű emberek. Apró vájár, mondjál maximum mennyit. Apró vájárok gondolják azt, hogy halott, és azért sírnak. Eszem megáll komolyan. Na, de akkor nézzünk végig még ártalmatlannak tűnő csókjeleneteket, erőszakos jeleneteket, Csipke Rózsikát, Holle anyót. Hány olyan mese van, ahol a túltolt PC terrorra köszönhetően mindent ki kell majd venni a meséből, mert erőszakon alapul, nem beleegyezésen alapul, gyermekkínzáson alapul, jut eszembe Jancsi és Juliska, teljesen egyértelműen gyermekmunka, rabszolgamunka, gyermekkínzás. Tehát most pörgessük végig ezeket a meséket. Jancsi és Juliska kannibalizmus is. Jancsi és Juliska az maga a fertő. Igen. De na de most a Csipke Rózsika, nézd meg a Csipke Rózsikát. Ugyanez ott is csók van, ugye? De az még durvább az a sztori. Átverekszi magát a hős lovag a rózsaerdőn, és utána tud csókolni. Na de várj, de ott 100 évre kómába esik, vagy nem tudom mi történik, mert megszúrja a kezét Rokkó. Nem, az egy másik film. Az is nagyon Csipke Rózsika kezét megszúrja Rokkó. Bocsánat, nem a kezét, nem a kezét szúrja meg, csak mondom. Én már egy kiöregedett felnőtt pornót fogyasztó férfi vagyok, sajnos Rokkó megszúrja Csipke Rózsika kezét. Nem, apa, nem, az Rokka, apa, nem a kezét megfordította, apa, a keze lent volt alatta. Ez a Rokkó hihetetlen. A kezével Rokka. Fogta a komódot. Rokka, apa, Rokka, nem Rokkó. Szóval, de és ott még be is bábozódik, vagy ott még 100 évre hibernálják a csajt. És mindenki mással együtt, az egész udvar. Igen, tehát akkor ott kompletten az egész rész kikebben, az is erőszakon alapul. Hát, ahogy... Már most mondom, bocsánat. Ahogy válogattatja vele a gabonát, a búzát, a madarak segítenek neki, az a Csipke Rózsika segítség kicsit. Nem, az a Csipke Rózsika, az a hamupipőke. Jó, nem tudom ezeket a lánymeséket, bocsánat. Mi tudjuk, a hamupipőke például azért véleményes, mert ugye ott a mostoha nem a saját gyerekét kényszeríti házi. A mostoha. A nevelő annyi. De tényleg, annyira csodálkozom rajta, hogy az előbb törpésztél, aztán ez elkezd búzázni. Hát az a mostoházó. Hát mostoha anyja. Hát akkor az rabszolgamunka. Az a rabszolgatak. Magukat válogatnak igen. Vele, kínozzák. Tehát ezek a mesék egyébként tök durvák, de mindig ugye megvan a feloldozás, megvan a tanulság. Ez fontos, hogy ezeken a stádiumokon egyébként a gyerek is végigmenjen, mert megtalálja, hogy ki a jó, ki a gonosz. Hát azért a mesének ugye nagyon fontos, hogy is mondjam, csak ilyen archetípusai vannak, amit a gyerek megél, elmeséled neki a feloldozás, a három gyerek, ahogy elindul, a jó, a rossz, a gonosz, a méltó büntetés, ebből a gyerek egy csomó mindent egyébként tapasztal, nem is feltétlenül tudatosan. Azt is ki kell akkor vágni, hogy ott a öncsonkítás. Micsoda? Öncsonkítás, ugyanis a mostohának a saját lányai közül az egyik levágja a saját lába ujját, hogy a üvegcipelőbe beleférjen a lába. Öncsonkítást hajt végre, micsoda, vagy a sarka, vagy sarka. A sarkát, mindegy. Ja, most hagyjuk a katát. Igen. Lehet, hogy melyik részét vágja. Öncsonkítás, rossz igen. Példa a fiataloknak. De visszaugorhatunk megint a Csipke Rózsikára, ahol például ugye arra a pillanatra ébrednek föl, amikor a szakács lekever egyet a szakács fiúnak. Hát az micsoda erőszak, szakmán belül elkövetett erőszak. Az, és bocsássatok meg, srácok, hogy egy nagy klasszikus mellett nem menjünk el, és egy tény mellett, hogy Magyarországon a közönséges farkas védett állat. Hogyan az ez egy gyökérvadász, hogy felvágja a hasát, és köveket pakolja tele. Megeszi a nagymamát. Tessék, Irek, hallgató. Az normális. A farkas. Bocsánat. Az egy farkas. Nekem már az is sok. Bocsánat, abban az erdőben ki a betolakodó? Egyébként. A nagymam mi a francot keres az erdőben? Egyébként ugye? Igen. Az egy illegális lakhatás, érted? Egy természetvédelmi területen természetkárosítás, ahol egy védett állat él. És Piroska mit tesz a kosarába? Kalácsot és kiskorúként? Italt. Bort. Bort. Borral flangál az ember. Nagyon jó. Szépség és a szörnyetek írják. Zoofília, ugye? Nagyon egy fontos. Ilyen. Szépség és a szörnyetek. Hát ott ugye összejön egy ember egy állattal. Ez az a sztori. Ugye? Egy szörnyeteggel.
Hát nézd meg, hát a zoofilia, hát akkor az azonnal, akik az károsan hat a gyerekek elméjére, hát, mert ugye azt látja, hogy ember állattal meg közösül. Nem meg szerencsés, ehhez képest hol van az a csókjelenet abban az üvegkoporsóban, érted? Meg bocsánat, tehát hogy a szörnyeteg egy állat, amit felöltöztetünk, az csak egy ugrással van a cintányéros lajdis majomtól. Így van, ez állatkínzás, ez az, így hívjuk. Ez igen. Az egyébként ide is hallgat, abban is igaza van Janónak, hogy hófehérke vérszegény, és erre is fel kéne hívni a figyelmet. Igen. Hogy ez fontos. Ja, hogy ez egy kis B12 az mindenképpen jó, meg egy kis vérképző, az nagyon jó. Hát, ha felszívódik rendesen, ha nem szívódik fel, akkor segítjük a vérképzőt. Egy pici olívaolajjal együtt egyebben. És a magyar alma termelők nevébe pedig fölháborodom azon, hogy ugye nem ám mérgezett banánt adott, hanem almát. Hanem almát. Tehát, nyírségben ez nem, ennek nem örülnek. Mit raksz ezután az alma mellé? Mi van az agyadban hátul? Ki fogja megvenni azt az almát? Hogy ez rárohad. Rárohad. Magyar gazdákra rárohad. Adhatott volna, érted, mérgezett kivit. Mérgezett bármit. Nem ő almát adott. Mérgezett rebarbarát. Kivágják ezt a jelenetet, vagy megcsinálják, hogy hófehérke fel kell, mond egy igent, és aztán csókolja meg, tehát, hogy az egész az kuka, eleje, vége, nincsen csók. Amit a Jani mondott, az a jó, hogy jön a szerelmes lesz ugye a királyfi, meglátja a hófehérkét, megbotlik egy kőbe, meglöki az üvegkoporsót, ami összetörik, és ahogy leesik. Szerintem minden ilyen részletnél legyen egy vidám bányászda részlet. Igen. Igen. 101 kis kutya. 101 kis kutya, szintén Disney. Túlszaporulat. Az ott kezdjük. Állatkínzás. Hát egy túlszaporulat, és ezek, bocsánat, ilyen alapon minden mesében ott van, gyerekek. Ezek tényleg szaporítók, nem tenyésztők, csak ráadásul mondom, mert egy tudatos tenyésztő soha nem vállal fel egy ekkora almot. 100 kis kutyát. 100, érted? Ott sem, érted? Nem mi tanították őket, igazából nincsen, mert mindegyiknek gazdája, óriási teher, érted? Ül a Disneynél egy ilyen felelős, aki átnézi a 26 darab mesét, a 86 darab könyvet, a 123 ezer kópiát, és minden kérdéses jelenetet egyébként kigyomlál. Hát ezek szerint muszáj lesz, mindent át kell nézni. De ez egy szimbolikus csók, ez egy olyan szép jelenet. Hát ebbe, tehát ez, erről kiút, miért kell, hogy nekem az is jön eszembe, hogy nem egyezett bele? Mennyire túl van ez túlva? Mennyire túl van ez pörgetve? Mennyire álérzékenyek lettünk? Ez nekem is az a baromság ez, ha belegondolsz. Mert hogy piroska nem mond, de hát hófehérke nem mondott igen. Hát egy könyörgöm, nincs magánál. Nem tud igen de mondani. De megerőszakolni akarja. Igen, egy csókot. Mit kell valami csinálni? Fölébreszni, és megkérdezni, hogy hol laksz, kislány, hívni egy 6x6-ot, és beültetni egy taxiba, érted? Megrázni, jó, és a vállát, azt kellett volna. Igen, igen, és amikor fel kell, akkor megcsókolni. Csüc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 
Ha most élne Disney, mit szól ez, hogy gyerekek normálisak vagytok? Eszébe nem jutott ez. Ő már sitten lenne. Az hát ez a biztos. Miért nem mondja azt a Disney, hogy ez egy újraélesztés? Tehát, hogy a Királyfi csak mesterséges lélegeztetésben akarta részesíteni az el a lélt hófehérkét. Na jó, de akkor kendőt kell szorítani a szájára, és a mellkasára tenni valamit, mert érted. Anna, azért, már ott na, vége, ha mellkasát még a mellét is fogdossa. Inkább maradjon halva. Oroszlán király, gyilkosság, állatviadal, paranormális jelenségek, oroszlán az igen. A magyar népesség 80%-a vagyonszerzésen alapul. Tehát, hogy a teljes kuga. Tarzant a majmok nevelték, úgy ne felejtsük el, hogy milyen alapon? Mézes kalácsház építési terv, kiadott használatba vételi engedélyt, bukott a közbeszerzés, mutyi korrupciót, sejtek! Fehér lófia? Hát arról nem is beszélve, hogy aztán ott meg mi történik a fehér lófia. Hogy egy ló, aki az nekem is bizarr volt, teherbe esik, és aztán megszül egy embert. Most gondold el! Ezt azért Csicsolina is megirigyelni. Azért az erős, így igen. Van. Igen, ezt ő fogja megfilmesíteni, ha ezt egyszer megbeszél jogokat. Igen, a fehér ló lánya cím. Ha ő lesz, azt hiszem, ő lesz a jogtulajdonos, felvásárol mindent a művésznő, azért, ezt más nem csinálhatja meg, vesztelen, ahogy érkezik a ködbe, nyereg nélkül vesztelenül lovagolva. A tapasztalatom, én csinálhatom. Pinokkio, echte pedofilia, a vénkéjenc csinál magának egy kisfiút. Fából. Ráadásul. Hosszú orra. Ki tudja, hosszú orra. Hazudj még. Hazudj. Hol jár az? Hazudj, Pinokkio, hazudj. Pinokkio. Érted? Ez a kisfiú valószínűleg azért kell életre, és azért menekül el Geppetto bácsitól, mert már nem bírja elviselni, hogy az öreg mindig magába viszi a hóna alatt, mikor elmegy aludni. A csúnya Geppetto bácsi.
Az a csúnya Csepegtó bácsi. A kisfiú önmaga életrekeltésével menekül el a gyermek erőszak elől, mert Csepegtó bácsi borzasztóan brutálisan, hát hogy is mondjam, csak lelkileg, fizikailag, testileg bántja a kis fából készült kisfiút, aki olyan helyeken járt, hogy azt ott nem merte kinyitni a szemét. Ott csak sötét volt és meleg. Valaki csak rányíthatott volna, hogy farigcsálunk. Mister, mit szól ehhez? Mit szól ehhez a gyermekvédelem? Tud erről a gyermekvédelem, Csepegtó bácsi? Igen. Téteket nem nagyon szeretek a sitter, azt tudod, ugye? Ugye, Csepegtó bácsi, egyszer börtönbe mész, akkor mindenki fogja tudni, hogy mit csináltál ezzel a kisfiúval. Na, írjatok még meséket, drága hatok, hogy jeleneteket konkrétan, hogy akkor, vagy akár filmeket is, hogy miből lehetne mit kivágni. Tele leszünk kivágott, elhallgatott, átírt mesebeli és filmbeli jelenetekkel, mert ilyen alapon mindenbe bele lehet kötni. Ezt nem szabad engedni, gyerekek. Ez egy túltolt baromság ez az egész. Na, mit nem? Az. Oda. Az. Oda szép. Oda a csók jelenet. Tudjátok, hogy az Ariel egyébként genetikai mutáció, és ezt tiltják a nemzetközi törvények. Egy hallal csinálni a tényleg. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék! 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, drága hallgatóink. Mi van hangod pedig? Ugye csak én nem volt előtted a mikrofon, jó? Jó, oké, oké. Igyekszem átérben maradni, mert... Jó, nem tudtam, hogy miért nem szólsz. Ránéztem a pultra, nem mondom, be vagy adva. Nem, minden oké. A Csipke Rózsikáról, vagy a Hóférkéről beszélgettünk, ugye Grimm mese, Disney mese kivágják a csók jelenetet. A PC Terror tönkreteszi már a meséket is. Egyébként ez tényleg borzasztó, szóval arról beszélgettünk, hogy milyen ikonikus jelentet akkor ki lehetne vágni. Ugye arról szólt, hogy Hóférke nem egyezett bele a csókba, és most a Disney úgy döntött, hogy ez valójában erőszak. Én nem tudom, hogy egy csók mitől erőszak, szerintem ez nem erőszak. Nem egyezett bele. De nem egyezett bele, hiszen ennyi. Hát éppen akkor haldoklott egy élet, almától. Halál között volt szegény. És ugye beleegyezése nélkül csókolta meg a herceg. És ezt ki akarja most vágni a Disney? Hogy hát ez ne legyen benne. Ez érzékenyítünk ezzel, majd a gyerekeink érzékenyebbek lesznek, igen, hogy ilyen társadalmi problémákra? Igen, azért, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy egy kiszolgáltató... De hát a kivágott nem is látja. Tényleg, akkor kellene látni. Most komolyan, tehát amiből beül egy mesébe, és ha ki fogják vágni, tehát ha még a gyereknek lenne is kérdése a moziban, és azt mondja, hogy figyelj, hogy csokoltam meg, hogy aludtak, akkor elmondod neki, hogy figyelj, ez egy puszi, de egyébként ez egy mese, és természetesen, ha ilyen történik, és elmész majd 10 év múlva egy bulibot, nem csokol szájon senkit, aki mondjuk eszméletlenre itta magát, hanem megpróbál segíteni. De nem is látja a gyerek. Kváti nincs is miről beszélni. Igen, tehát akkor azt kellene csinálni, hogy odalép a királyfi, teljesen egyértelműen meg akarja csókolni a Hófehérkét. Fekszik egy üvegkoporsóban. Odalép egy apró vájár, és azt mondja, Ácsi. A bácsi nem Mohácsi. Na jó, ne. Oké, bocsánat. Oké. Jó. Csak ez eszembe jutott. Igen? Királyfi, nem élhetsz vissza. Jaj, ne legyen ilyen. Nem élhetsz vissza. Nem mondtad a jelszót. Ne, igen, tönkre teszi a mesét. Itt ezt írd alá. Igen, légy szíves, írd alá beleegyezését. Azt mondom, és egyébként, hogyha ha életmentésről van szó, mert azért ne felejtsük el, hogy pont volt ez a csók volt az, ami egyébként megmentette az életét. Mi lett volna akkor, hogyha, tudod, oké, fel kell, jó, és hogy kell te, és hogy jöttem vissza a halálból? Mert én azt hittem, hogy meg, kérlek, és megcsokod, akkor beperellek. Na. Tessék, miközben az életet mentette meg. Tehát ez nem egy életmentés. Így a mese arra tanít, hogy ne ments meg senkit, mert befogsz. Igen, nem biztos, hogy börtönbe kerülsz. Na, küldtek a hallgatók, hogy nagyon meseket. Ludas Matyi, masszív önbíráskodás, többször visszaeső bűnözőnek minősül a Matyi. Na, kis hablány, ahogy felnőtt széttette a lábát. Várj, az egy bosszú, az önbíráskodás, az nem. Na. Azt a bízunk az igazságszolgáltatással. Nem, már mi a szemet szemét fogad, fogért, ez már ez a középkor. Bocsánat, itt nem, ahol loptál, levágjuk azt a kezedet, hogy loptál. Menjen az Európai Parlamentbe, mondja el, hogy bízunk a rendőrségre. Nem veszünk kezünkbe az igazságszolgáltatás és az önbíráskodás. Nem verheted vissza, ráadásul miért triplázol? Ha szemet szemér, akkor egy verés van neked, hát ott volt, ért, az egész zsandárság a Döbrögynek a zsebébe volt. Ráadásul mi történik? A csimpánz csöcsű kövéreket verik megint. Tehát na tessék, diszkrimináció. Szerencsétlen csimpánz csöcsű. Szegény csimpánz csöcsű kövérek megint, igen, megverik őket egy fához kötve. Ja, és csak mondom egyébként, hogy ráadásul abban a mesében még van egy olyan szegmens is, ami egyáltalán nem szimpatikus, az, hogy az építőipart, gyakorlatilag az építőipart támogatni kell. Ezt nagyon jól tudjuk, mert rengeteg munkalehetőséget biztosít. Ugye a Döbrögi a kastélynak az építése, az rengeteg munkaerőt, rengeteg építőanyagot, stb. Igényelt. Nem taljánok dolgoztak, hanem magyarok. És
azzal, hogy hátráltatta az építkezést Ludas Matyi, azzal gyakorlatilag ezeknek az embereknek a megélhetőségét. Veszélybe sodorta és kompenzálta a gazdaságot, rosszantotta meg. Ki akkor ott a pozitív, és ki akkor a negatív? Pocahontas egy komplett törzs kiírtása, Pumukli, él egy kicsi manó az öreg asztalos műjében, amit csak ő lát. A valószínűleg azért itt is a pszichoaktív szerek egy kicsit túl lettek tolva. Lakot. Inhalálta a lakot, baba írja nekünk, hogy túltolta a lakot. Az a rohadt enyv. Ludas Matyi másnak is eszébe jut a gyermekbántalmazás, illegális fakivágás, ludak, medvelánconc, állatkínzás, engedély nélkül építkezés, kuruzslás, bocsánat, tehát tele van a mese. Tényleg. Tele van a mese, sütisrác küldte nekünk. Aladin, halmozott a hátrányos helyzetű koldusrác nehéz életkörülmények bemutatása, beleegyez nélkül is hamis hercegjog megvétele, csalás, varázslat általi előny megszerzése, tigris tartása lakóépületben, gyors hajtása a kreszbe, és a kreszbe nem tartása, így a varázsszőnyege. És? Ugye? És ne feledkezzünk meg a jeanről, fogvatartás. Na. Égigérő passzújú a Benny, hogy szerette ezt a mesét. Különös kegyetlenséggel elkövetett öncélű vagyonszerzési csalás. Egyébként tényleg. Igen. Felmegy ez a kis csávó, lemészárolja a sárkányt, elhozza a lányt meg a ládát, vagy valami kincset. Egy tehénért 3 szem bab. Aha, tiszta téből. Ott valakinek került még a zsebébe szerintem valami. Dumbo, anyától elszakítják a kis elefántot, cirkuszi majmot csinálnak belőle, és a füle miatt is bántják. Abszolút diszkrimináció. Mekmester házára ki van írva, hogy megkurlak. Mi ez, ha nem perverz? Tényleg kim van? Hát, de hogy van. Én azt gondolom, hogy nincs. Nincs. Ja, nincs. Nincs, ez belegép. Utasd, nincs, be. Hát ez sem. Meg? Nem hagyjuk ezt úr, szerintem. Megmesterlak, valami aha, van, nincs, valami, de emlékszem. Nem, az nincs, hogy megúr, ugye, mint megmester, hogy megúr, tehát senki ne értse félre. Nem. És az jó? Sincs ki, hogy megraklaklak. De, mutasd. Nincs ott, az nem áll. Aha. Megkelek, megúrja. Hát ott van. De hogy van. Neked feltűnt gyermek körülben. Megúrlak. De hogy ott van. Neked feltűnt gyermek korodban. Ez egy mém. Ne. Nem. Az volt rá... Megkelek. Ne uncsi. Nincs rajta. Urbán legenda. Megelek, ezermester, ez van kírva. És megörültem, úgy megörültem ennek most. Ez a tábla másik oldala lehet, de ezt megfordították, mert odaszóltak a káderék, hogy... Igen, hogy ez nem jó, ez nem jó. Igen, losonci úr, jó, akkor erre rászaladtam, bocsánat, rászaladtam. Elhitt, egy pillanat ráhittem, mondom. Volt még az a szabadvilág, amikor ez simán... Mindenféle következmények nélkül. Már a kádárrendszert lehívjuk szabadvilágnak, de azért legalábbis ezek még mindenféle PC terror nélkül átmehettek, de akkor sajnos ez nem volt valódi. Tom és Jerry minden előfordul benne, masszív ugye erőszak. Jancsi és Juluska boszorkányégetés, gyilkosság és bűnsegédlet, nagyon jó. Donát Kacsa saját magát eszi ebédnél. Tehát... Nézd, Kacsa pecsenyét eve. Ne felejtsük el, hogy ezt érted, a saját magát, a társait megette ebédnél, azonnal tiltsák be. Vagy azonnal. Nem... A társait lehet, hogy rokon tevet. Vagy megette a rokonát, igen. Én betítanám a tévémacit is, egy medve, aki fogva tart egy gyereket saját barlangjában, ja. Kommunista ruhákba öltözteti, kényszeríti, hogy vele aludjon. Horror, zoofilia, pedofilia és kiskorúak bántalmazása ja. Egyben nagyon jó. Csak nagyon mondom jó. Egyébként, a tévémaci kimászik a tévéből. Kör. Na jó, de Szamara kimászott a tévéből, és legyilkolt jó, mindenkit. Hol mászott ki, nem emlékszem. Én akkor mindig lekapcsolom, de hogy nem, hát lemászik a tévének a lábán. Mi? A lábán, a tévének a lábán lemászik. Na jó, de ez volt előbb, a ebből vették a kör. Én mindig emlékszem, hogy fekszik egy kockás paplan alatt valami kis manóval. És kimászik, higgyétek már el, kimászik a tévéből. Én mindig ott kapcsoltam ki, mert féltem, hogy kimászik a fekete félre Viktoriánkot. Valószínűleg rommá voltak gombázva, nem? Apád elment szedni egy kis... Nem, az pálinkás kenyér volt. Elnézte, és némi pszichoaktív szert jutatott a szervezetet. Figyeld majd, figyeld, ki fog mászni. Hol mászik a tévéből. Én rettegtem ettől a jelenetről. Fürdőszoba, fogat mosnak, megtörölközik, lerakja a törölköző szárítóra, fogja azt a kis... Fogja, mászik, bemegy vele, leül a karosszékébe, bekapcsolja a tévét, ki van írva, hogy valahol esti mese. Nehogy mászik ki. Ez a te agyadból mászott. Hol mászik ki? Nem meg valaki, hogy hol mászik ki. Jani, az a kör című. Jó éjszakát, gyerekek. Hát ezt abszolút behalóztad. Szamara sohasem van. Vége a mesének, figyelj, kikapcsolja a tévét. És elmegy aludni. Fogja azt a nyomorult manót, amit rabszolgasorsba tart. Hol az anyjába mászott ki? Egy japán horrorfilmbe, Jani. Az agyadban. És bemászik abba a rendkívül ronda kockás ágyneműbe, ami nem is annyira ronda, a ronda tapételi lefekszik, betakarja magát. Elteszi a Mein Kampfot. Az ágy alá beteszi a Mein Kampfot, a kis manót lehelyezi ágyék részre, és...
és betűkkel szemét, és elalszik. Ja, tehát semmi beteg nincs benne. Miért másznak ki a tévéből? Hol mászik ki a tévéből? Sehol, az agyadban mászik. Jani, az egy, az megírja, az egy anime sorozat volt. Akkor lehet, hogy a zseb tévébe? Nem, a cimborába. Cimbora. Na jó, köszönjük szépen a meséket. Oké, lezártuk, de tényleg akkor ezek szerint mindent. Mesét akkor így, hát tulajdonképpen a PC terrornak engedve. Hát át lehetne, hogy is mondjam, csak rajzolni, nem? Ugye? Elszabadulni látszik az őrület teljesen. Ezek a PC terroristák veszélyesebbek, mint a pandémia, azt kell, hogy mondjam. Igen. Ezek komplett mesékkel, ideológiákkal fognak beszámolni. És így alakítják át a gyerekeink agyát. Higgyétek el, hogy hosszú távon, ha eltörlik a hölgyeim és uraim megnevezést a londoni metró meg hasonlókat, mert ugye gendersemlegesnek kell lenni, azért ez egy nagyobb veszélyes. Ez egy komolyabb és nagyobb veszélyt jelentő ideológia ránk nézve, mint maga a pandémia. Ülsz majd a kis széken a gyereknek az ágyamet, és akkor... Csipkerós... Ja, nem. Hol fér kis... Lugdos már, az se. Piros kis... Nem. Igen. Nem, az sincs mese. Na jó, aludjál most már. Na, elámosodtál már? Írd meg a mágteádat, aztán puss. Igen. Oké, gyerekek. Honnan mászik ki a maci? Sehonnan. Nincs ilyen, hogy maci kimászik. Emlékszem rá, hogy így mászik lefele. Mászik le. Az agyadban. El kell, hogy mondjam, olyan büszke vagyok, képzeljétek el. Szeretném nektek röviden elmesélni. Na, mire? Egy ideje azért tartok ugye ilyen kis, apró, kicsi, villanyásnyi kriptotőzsdei eligazításokat itthon nektek éteren keresztül. Ja. És már az egyik tanultványom milyen messzire jutott. Ja, ez a sztori. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy nagyon büszke vagy magadra, mert tegnap este például nem csókoltam te meg a tükröt. Azt nem maradhat el soha. Ellen tudtál állni. Soha nem maradhat el. Ellen tudtál állni a kísértés. Kiléptek a zuhanyalól frissen, egy lezuhanyozva, hajat mosva. Rajzolok egy a párába egy szívet a tükörre. Beírom, hogy SB, aláírás SB. Áthúzom egy nyillal, és száján csókolom magam. Ez nem maradhat el. De most nem erre vagyok büszke. Hanem arra, hogy Esznorbert, aki az én tanítványom, felfedezett egy hibát az Ethereum blokklánc alapú magyar fejlesztésű kriptovaluta működésében. És lenyújt 80 millió forint. Micsoda tanítvány? Látod, hogy hová tartod? Talán kérem szépen, az elmúlt fél évben tartod kis apró pici eszmefuttatásaim a kriptotőzsde világából. Már magyar kriptocsalás történt, érted? Itt tartunk. Ez magyar maga, izé is a rendszer? Igen, ez egy magyar fejlesztésű kriptovaluta. Van benne pénzünk? Kicsi. Ebben nincs. Nincs. Igen. Volt benne 80 millió. Volt benne. Balázs most pereli vissza. Ő rájött egyébként arra, hogy ő a saját tárcájában tárolt kriptovalutát, és képes korlátozás nélkül megtöbbszörözni. Észrevett egy hibát magában. Aha. A blokkláncban. És milyen okos? De miért állt meg 80-nál? Hát állandóan tud többszörözni. A 100 ezer tárcán tárolt kriptovaluta tokenből rövidünkből ön belül 80 millió token csinált. És aztán elkezdte valódi pénzre váltani nemzetközi kriptotőzsdén. Óriási. Tehát ez az, amikor van hamis, mit tudom én, 5 darab, 500 eurósod, bemész normálisan egy bankba, vagy egy cukrászba, valahol felváltatod, megkapod már apróban, és utána azt már tudod használni, tehát ő ezeket aztán ugye szépen eladta. És hogy bukik meg egy ilyen? Valaki figyeli ezt a kriptotárcát? Hogy ott egyszer csak sok a lóvé? A kriptorendőrség lecsapott. A kriptorendőrség a kriptovonalon keresztül elkapta a kriptocsalót. A Kriptopolis. Hogy buksz meg? Hogy? Idegen szó, büszködik fel. És a hamis kriptovalutát... Azt... Igen? Neki nem, azt lát, nem, neki meg nem lett hamis. Ja, hogy ez neki, nem, hamis, ez olyan, csak, ez nem hamis, ez olyan, mint amikor te elmész a pénzverdébe, és, és kiveretsz magadnak, vagy kiveszel. Mondjuk úgy, hogy veretek új pénzeket maga. Kiveretsz magadnak. Kiveretek egy pár. Néhány pénz. Hát ha tudta volna, hogy amikor a klasszba dolgozom. Ő nem hamis tokeneket csinált, hanem észrevett egy hibát, és ezáltal tulajdonképpen utána ezt megtöbbszörözte. Igen. Zseni a csávó, és ő a te tanítványod. Igen. Hát, mennyit kaptál? Még ne semmi, de felhívtam erre a hibára a figyelmét, megcsinálta, és utána vissza. Óriási. Igen. Nem, tehát ők azt utána visszaszerezték, meg elkapták, visszaszolgáltatta, visszaadta, tehát hogy magában nem volt nagyon károsult. De azért ez baromi okos. Virtuális. Igen, nem, de persze nem szabályos, meg nem szeret ilyet csinálni, meg mindent, hogy tehát már magyar kriptocsalás történt, gondold el. Az általam egyébként nagyon szeretett Ethereum blokkláncon. De hogy ez egy, az Ethereum blokkláncon fut maga a kriptovaluta, ez nem az Ethereummal csaltak. Az Ethereum egy platform, ahol ő ezt... Kapaszkodok a blokkláncba. Abbajtam. De ő nem az Ethereummal csalt, csak az Ethereum blokkláncon futott egy kriptovaluta, és annak az előállításában észlelt egy pici hibát. Hát mit csod, oké, de hogy
hogy jönnek rá, hogy egyébként nem hamis pénzed van, és nem hamis kriptovalutád, hanem működő kriptovalutát. Tehát ott érted, hogy mire kapja föl a nyomozó a fejét? Én ezt akarom ebben megtudni. Mert a hamis pénznél, érted, látszik, hogy nincs benne a vízjel, Mátyás királynak mit tudom én, fürt rossz helyre van téve. Az oké, okay, azt érted, hogy hamis pénz. A gombipazikának nincs kupolája. Nincs kupolája, nincs a dombon fönn az esztet, tehát a rendes pénzzel látod, hogy hamis. Hát azon a blokkláncon észrevették, hogy több van, mint amennyinek lenni. Ja, aha. Többenet. Virtuális vereték. Hát helyreállították az eredeti token mennyiséget, tehát rájöttek, hogy több van, mint amennyinek lennie kell, és tulajdonképpen így akkor lefülelték, hogy ki az előállító. Na, 53 millió forint kár keletkezett. 53? 53 millió forintos kár keletkezett, ő visszaadta. 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 Igen. Na mindegy. Lúzer. Hogy azért ez milyen érdekes, nem? Hát nézd, ha megjelenik ez a kriptopénz, a kriptobűnözés is megjelenik, tehát ott, ahol van érték, ott előbb-utóbb egy arra szakosodott hapsi vagy csaj nyilván fölüti a fejét, aki ebből hasznot fog húzni. Most igen. Például a tanítványod és te. Igen. Ha ő meglép a rendőrök elő, akkor ő kriptoszökevény? Igen. És több kérdezi. Igen. Na jól van, oké. Egyébként nagyon helyesek, aki az a cég, ahol ez megtörtént, ők jelentkeztek. Aha. Tehát, hogy náluk történt ez, és elmondták, hogy elkapták, visszafizettek mindent, eltorintott vagyont visszaadták, tehát, hogy maga a cég a károsult leginkább egyébként a platformtól jelentkeztek. Na, viszont Jani, szeretnénk neked valamit mondani. Megvan, hogy hol mászik ki? Micsoda? A Maci a tévében? A Maci nem mászik ki sehonnan. Maci nem mászik ki a tévéből, aztán behalózta. Most kérlek szépen, ne nézd 10 óráig ízés TV Macics videókat. Én fogom deríteni. Majd délután, jó? Én fogom deríteni. Odafigyelj, mert fontos információja parancsolj. Van. Figyelek. Majd elmondom a hírek után. Aha, de addig figyelhetek? Addig arra kérlek, vagy hogy ülj így ebben igen. A pózban, figyelj, nem hozduljál meg, és 9 óra 8-kor én ezt elmondom neked. Jó, de volt így támaszd és volt egy kérésed a műsorban, nem olyan régen valaki felé, és ő most teljesítette neked ezt a kérést. De nem fog ez most eszedbe jutni, és nem is baj, hogy nem jut eszedbe, mert akkor nem lövöd le a poént. Érted meg már? Egyébként sem emlékszel egy héttel korábbi dolgokra, nagyon. Mert a szemeddel együtt a memóriád is elromlott. Szálma Hayek bugyit küldött? Igen. Bugyink van, hogy ki, azt hagyjuk. Igen, megnéztem, szerintem nem az övé. Én voltam, aki kiintottam a csomagot, ne akar látni, mi volt benne. Igen. A bugyinak bugyi volt. Nem szálma bugyi, hanem pinyaultul a sonatágja is. Igen. Hát volt benne egy szálma. Egy darab szálma. Na, szóval, hogy valaki kért valamit. Kitől kértél valamit? Csak egy ilyen futólag feltettél valakinek egy ajánlatot. Kértem, hogy a Feri ne tör pénz. És én ezt hatszor megjöttem. Ezen túl vagyunk. Oké, okay. Mi volt még? Emlékezz. Nem fog eszed bűnni. Szülinapri kérdés? Nem, ez kérdez? Egy pici dolog, egy apró pici dolog, olyan, mint a pöcsöd. Hát akkor nem is fogok nagyon örülni neki. Hát ez egy jelentéktelen kis semmiség, vagy értem. Na, mindjárt elmondom. Akkor elég rá egy tyúk szemtapasz is. Azt kaptunk ajándékban. Mindjárt elmesélem. 2 perc, pontosan 9 óra. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 9 óra után 12 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. M3-as Pest felé a 35-ös, 36-os kilométer között 2 baleset is van, Antónik, ő küldte nekünk, köszönjük szépen, Szatmári úr, hétvégére javulunk kicsit. Nagyszerű időjárás várható, hétfőre 27 fok, de a hétvége se lesz olyan rossz, 19-23. Nagyon szépen köszönjük. Az időjárás jelentés támogatója a Szatmári épületgépészeti és fürdőszoba szakáruházak. Ha épít, ha felújít, Szatmári. És egy rövid hír, gyerekek, milyen érdekes, hogy mi történik Amerikában. Ez nagyon izgi. Ez nagyon-nagyon izgi. Amerika kormánya, vagy az Egyesült Államok kormánya bejelentette, hogy a koronavírus vakcinát gyártók mondjanak le a szellemi tulajdonjog védelméről. Tehát, hogy bárhol lehessen gyártani. Tehát tulajdonképpen azt kérik a Pfizer-től, meg a BioNTech-től, meg a Modernától, hogy ugye minél hamarabb, minél több vakcinát lehessen legyártani világszerte. Ugye ez milyen érdekes, milyen sok kérdést vet fel ez is egyébként, hogy azért én kitaláltam valamit, de azon én keresni akarok, ugyanakkor azon emberéletek milliója múlik, fennáll lehet egy olyan dolog, hogy le kell mondanom a saját szellemi tulajdonomról, ami az enyém. És ugye hát ez egy nagyon régi gyakorlattól tér el. Ezt Amerika ugye nagyon, hát hogy is mondjam, csak tiszteletben tartotta, óvta, védte, előfordulhatatlan volt előtte, hogy valaki lemondjon azért, hogy a közjó szolgálatába állítsa.
ezt én találtam ki, vegyétek meg, és akkor mindenki gyógyuljon. És most lehet, hogy elérik egyébként egy törvénymódosítással. Egyelőre ez még egy felvetés, de nagyon sok kérdés. Nagyon sok kérdés van körülötte. Igen, baromi izgalmas. Itt azért dollár százezrekről, milliókról van szó, fejlesztési folyamatokról, hónapokon keresztül, anyagilag, szellemileg, sőt nem is hónapokon keresztül, hanem gyakorlatilag éveken keresztül investáltak egy-egy ötletbe, kidolgozásba, tervbe, rengeteg vakvágány, iszonyú sok pénz van benne, és úgy elvenni gyakorlatilag ezeknek a cégeknek a szellemi tulajdonát, hogy nem adsz érte semmit, sőt, egyébként amit egyébként elképesztően inkorrektnek tartok, hogy aki tudják, aki tőzsdéznek, azok nyilván vágni fogják, hogy mire beszélek, a negyedéves jelentésnél, jelentési időszakban, a Moderna konkrétan ma jelent, és egy nappal korábban bejelenteni, érdemes megnézni. Hát esik a papír, igen, híre esik, igen. Ez nagyon nem korrekt. Az amerikai kormány vagyok már sortolnám azonnal ezen cégek részvényeit, ha tudom, ha van forrás info. Igen, de hogy ez milyen érdekes, de aztán nem akarunk erről hosszan beszélni, hogy azért kell, hogy a közjó szolgálatába állítsd ezt. Lehet erről beszélni. Vagy ez egy magántulajdon, ez egy szellemi termék, ez egy olyan, mint a Coca-Cola se adja ki a recept. Tehát igen, azért, mert Afrikában nem tudnak kokolát. Vagy Coca-Cola nem múlik, ez pont az, amit tegnap mondtál. Na, de ne legyenek illúzióink, azért ezek arról szólnak, hogy bocsánat, dollármilliárdokat keresnek, nem azért, hogy embereket gyógyítsanak. Is. Az egy másodlagos dolog, de hogy azért ők ezen keresni igen, akarnak. Igen, azért ez hát nem most... az a helyzet, ez vészhelyzet, ez pont az, amit tegnap mondtál el, hogy hát. Ez most közös, de hogy ez most közös teherviselés és közös felelősségvállalás. Őnála van az élet elixír. Ennyi. Hát és akkor megkapja Oroszország is, megkapja Kína is. Igen, megkapja mindenki. Megkapja mindenki. Hát azért ez egy óriási, ez egy nagyon, ez nagyon egy érdekes morális pénz, kérdés egyébként. Valóban. Hatalom, pénz, dollármilliárdok, vakcina egész Afrikának, Ázsiának, ahol még mindig hiány van. És azért, hogy most tiéd lesz a szellemi tulajdon, azért te azt elő tudod állítani? Neked lesz alapanyagod, te meg tudod azokat szerezni, neked lesz gyártósorod, te föl tudsz állítani akkor a volument, hogy gyártsál hirtelen 500 millió darabot, 1000 milliót, nem tudom, 100 milliót, 200 milliót, honnan lesz alapanyagod? Hogy szerzed? Ez nem ilyen egyszerű, hogy azért én elmondom neked, hogy tegyél bele némi szegfűszeget, meg fahéjat, te meg nem tudod szerezni. Ez az egyszerű receptje. De a gazdag országok, akiknek erre lehetősége van, hogy egy gyártósort beszerezzen, alapanyagot beszerezzen, az több éves, amit a Jani mondott, több éves kutató munkát kell, hogy átugorjunk, hiszen megvan a recept. Én tudom, hogy kell, nekem nem lesz alapanyagom. Ezt nem tudom megszerezni, mert mindenki azt az alapanyagot akarja megszerezni, tehát ugyanúgy hiányom lesz, és két évig nem tudok vakcinát gyártani, de a rendelkezés azért nagyon izgalmas. Érdekes. Főleg Amerikában, ahol érdekes, azért ezt tudjuk, hogy mennyire tiszteletben tartják, és mennyire vigyáznak arra, hogy... Akkor én azt mondom egyébként, hogy mivel nagyon szeretnénk, hogyha ez a bolygó ez hosszú távon is egy élhető hely legyen az emberiség számára, ezért szerintem a zöld technológiákat mindenki ossza meg mindenkivel. Tehát az elektromos autókat gyártó cégek, hogyha egy kicsit előrébb járnak a technológia fejlesztésében, mint mondjuk egy másik cég, azt adják át a másik cégnek is, hogy mindenki azonos szinten tudjon fejleszteni. Igen, az akkumulátor gyártással kapcsolatos titkokat, a lítium akkumulátor lecserélését, a Tesla nyilatkozzon. Ja, szerintem egyébként tök jó lenne, hogyha a világbéke lenne, és a világbékének az egyik eszköze az is, hogy egy csomó olyan technológia van, amivel ezt mondjuk biztosítani tudja. Szeretném, hogyha ezeket is átadnák különböző országok. Igen. Nem? Tehát ilyen alapon, így kéne, hogy működjön ilyen a alapon akkor gyakorlatilag, hát Ez lesz az első lépés benne, amikor azt mondjuk, hogy a globalizáció az legyen mindenki számára ugyanúgy elérhető, a jó dolgok azok legyenek elérhetők itt. De most ezeket a jó dolgokat magánvállalatok és állítják akkor, elő. Okay, tökre igazad. Lehet, hogy néha közpénzből finanszírozzák őket, vagy adnak bizonyos kormányok bizonyos segítségeket, támogatva bizonyos kutatásokat, de azért mégiscsak ebbe ők fektettek, mondjuk a Pfizer az eladott nem tudom Viagrák után x millió dollárt, hogy kifejlesz-e közben az mRNA-s technológiát. Jó, akkor ezt finanszírozzák. És akkor ezek a tudósok dolgozzanak akkor havi fixért, nem? Nem azt mondtuk, hogy dolgozzanak havi ugyanaz, fixért. Ugyanolyan bérekért, nem? Van biztos, hogy van egy köztes megoldás erre a dologra, de belegondoltok, hogy egyébként most ettől az egész facaktól szenved a világ, tök mindegy, hogy mentálisan, anyagilag, halálesettel, minden együtt, és egyébként van hozzá fegyver, akkor azért nem adod oda azt a fegyvert, mert te abból vélt vagy valós hasznot remélsz. Jó, valósan. Akkor legyen egy deal, adjuk oda a Pfizert mindenkinek, de mondjon le a Pfizer a harmadikról. Nem mondja azt, hogy fél éve, mert még kettőt be kell szúrani. Álljunk meg legalább, Mr. Pfizer úr, elég a kettő. Ki akarunk jönni a pandémába? Ne találják ki, hogy 16-szor oldani kell a következő 2,5 évben, hogy ők ne 1 milliárdos volument tudjanak eladni, hanem mondjuk 16 milliárdos volument. Vagy állítsák elő a kongóiak is, a kínaiak is, és akkor mindegy legyen, mert akkor viszont mindegy, hogy mennyit kell. Mindenhol tudnak oltani, és akkor nem kell belőle 16-ot beadni, mint tudom, 3 év alatt. Na, de nem ezt akartam mondani, ez csak egy érdekes nagyon kérdés, érdekes, aki foglalkozik mondjuk ilyen. Dolog egyébként. Igen, baromi sok kérdés vett fel. Na.
Szóval hogy volt egy kérésed, és ezt akarom neked megmutatni. Varga Izával beszélgettünk. Erre már senki nem emlékszik, mert csak egy fél mondat volt, megszűnik a barátok közt, talán január-február valamikori beszélgetés volt, december, nagyjából így. És te kértél valamit a Varga Izától a beszélgetés végén. Ezt meg akarom neked mutatni, figyelj. Szép lezárást kívánunk nektek, jó? Meg sok erőt a végéhez, hát nyilván nem könnyű azért ezt így úgy átélni, hogy az ember benne nem van. Hát ez egy család tulajdonképpen, aki dolgozott ilyen hosszan, ilyen közösségben, azt tudja, hogy az ömt a családodat venné kell. És egy szép síros kandalló előtt heverőssel képet majd létsz az Instagramon. Legyen nagyon szomorú, nagyon, nagyon azt érezem, hogy meg kell, hogy vigasztaljam. Beteg állat. Szóval, amikor megszűnt a barátok közt, kiderült, akkor mi fölhívtuk ugye Varga Izát, a barátok közt Nóráját, ugye, szegény mennyire utálhatja, hogy ezt így mondjuk, és kértél tőle egy fotósorozatot, hogy úgy érezd, hogy meg akarod vigasztalni, hogy kandalló, macihoz bújik, kevés ruha van rajta, nagyon szomorú, és valahogy azt érzed a fotók alapján, hogy te neked nagyon oda kell sietned, és Izát nagyon meg kell vigasztalnod. De jó, hála Istennek, nem Magdi Anyustól kértem, egy top lesz. Jaj, de mit csinált Izabella egyébként? Micsoda sorozatot? A saját Instagram fotójára egy kandalló előtt nagyon szomorú szemekkel lengén öltözve egy macit babusgat, Jani. Te szemmeggyőződésem, hogy egy olyan öreg bácsi leszel, aki a melegvízű fürdőkben fogsz, vagy 70 évesen. Oda megyek, egy kicsit megnyomkodom. Én rendszeresen látogatom az Izának az Insta oldalát. Is. Na azért ezt tegyük így azért hozzá, jó? Köszönöm. De a hazai közszereplők mondjuk tekintetében a top 3-ban nálam benne van. Nagyon ízléses fotókat tesz fel. Nagyon jókat tesz fel. Kedves fiúk, Sebessy Balázs, Zsófisa, Vadó János, Rákóczi Feri, barátaim, figyelmeztetek, hogy lógok nektek egy képpel. És tényleg becsatolta a SoundCloudot. Kandalló, pizsoma, szomorúság, vigasztalás, ahogy kértétek. Már nyitom is, ott van. Hát nincs annál szebb, Jani, mint egy sebzett nő fekszik egy kismackóval egy kandalló előtt. Hát ez neked maga a nem is tudom mi, hogy sírásra vigyedő szájjal szinte egy buborék van a feje fölött, hogy gyere, Jani, vigasztalj meg. Mit csinálsz? Keresem a Jani tetkót. Sehol sem. De most nem jó neked a monitoron ilyen nagyban most a saját el? Nem, hát belájkoltam rögtön. Hát ja, hogy az hogy azonnal. Persze, fölmentem az Instára. Ja, csak jelzem egyébként, Iza, hogy nem Kukac Vadon Jani, hanem Kukac Vadon Janos alsóvonal official. Most valami. Na most. Igen, mert nem látjuk a izét, én se látom. Hát így le kell mondani ja, az követőimről. Igen, rosszul lettél betegelve, vagy rosszul vagyok? Mert a kukac, hogyha be vagy kukacolva, ugye, akkor te látod a magad oldalán, hogy valaki megjelölt. Igen, mert ezért nem is tűnt fel, mert akkor kaptam volna egy értesítést, hogy ugye megjelölt engem Iza, de ez nem az én oldalam, viszont a képek. Na, de nézzük a képeket. Kis mackó, kandalló, lapoz egy kicsit zsülci. Ilyen kis pizsoma vagy Halloween van rajta. Látod? Tehát ahogy így kérted, Jani? Igen, így. Így kérted? Így. Ez van a fantáziában. Neki dől a kandallónak és néz, hogy szorítja azt a kis mackót. Maci akarok lenni. Maci vagy pizsama. Maci vagyok. Brumbogok is, ha kell, brumbogok. Brum. Mondd, hogy Maci vagyok. Mackó, mondd most nektek szépenség egy gyereket. Nem elég szomorú. Még egy picit lehetne szomorú. A könycseppet. Nagyon picit az a sírásra bigyedő száj hiányzik. Mm-hmm. De nagyon jó képeket. Az utolsó kép. Igen, ábrázolva elnéz a messzibe, és a kicsit a fejét ráteszi az ülő mackóra, lábakat látsz, vádlit, nem sokat mutat magából, de úgy ábrándozik. Hív a tekintetével. Ez a most egy kicsit te velem kép. Nekem ez ezt tetszik a legjobban, ezt dedikáltatnám, de az összes többi is. Nagyon jó felvezetés. Na, mindjárt megkérdezzük Izát, hogy egyet, ez hogy jutott el hozzá? Itt van velünk Varga Izabella. Hello, Iza, jó reggel, ciao. Sziasztok! Jó reggel! Hát köszönjük szépen, hogy ezt megcsináltad. Figyelmeztettek a barátaim, pont volt egy baráti beszélgetésünk, és mondták, hogy te Iza, te megcsináltad végül ezt a képet, és mondtam, hogy basszus, elfelejtettem, ez tényleg nagyon régen volt, de hát íme, tessék, megkaptátok. A gyerekeim már elég nagyok, az egyik érettségizik, a másik pedig épp most felvételizett a középiskolába, úgyhogy eltartott egy darabig, amit találtunk egy alkalmas medvét a pincében, de azért sikerült, úgyhogy remélem, hogy Jani elégedett. Jó, hogy ez is saját kis maci? Kis, de a gyerekektől valami kis meg... Ez a gyerekek macia persze. Ja. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy a gyerekeim már elég nagyok, járják a saját útjukat, ugye egy csomó szabadidőm.
Ugye, és ki csinálta a fotót? Mert tök profik a képek. A gyerekek segítettek? Vagy hívtál egy fotóst erre külön? Vagy... Van egy saját fotósom, Zoli a férjem. Nagyon jót hiéskedtünk, és nagyon jót röhögtünk, úgyhogy köszönjük szépen nektek ezt a tippet, amit megfotóztunk. Egy kicsit tudatosnak érzem ezt a férjem behozást, János. Van egy Zoli, van egy fotós, Zoli, a férjem. Van egy, a férjem. De János, nem bígyett le a mosoly Jánossal. Tehát, hogy igazából most lett igazán elszánt. Én már túl vagyok az ilyen kispolgári csökevényeken, mint férj, feleség. Igen, téged ezek már nem riasztanak el. Igen, az utolsó kép a legjobb íza, ahogy így vágyakozva elnézel a semmibe, kicsit gondolkozol, és nagyon szorítod azt a macit. Tehát az nagyon, de nagyon rendes vagy, hogy te ezt így betartottad. Tehát ez valamikor decemberben kértük ezt tőled. Talán december 1-én beszéltünk utoljára, igen, ez régi kívánság volt, de íme teljesül. Nagyon aranyos vagy, hát köszönjük szépen. Nem tudom, mit csinál a Jani, azóta a képeidet nézi. Ne, belenagyít. Konkrétan nem. Azt nézem, hogy mennyi idő leszedni ezt a cuccot. Photoshoppal. Photoshoppal leszedni. Igen. Hogy álltok? Vége van a forgatásnak? Lement már az utolsó rész? Kiderült már, hogy mi a csattanó, vagy még most futnak ki az utolsó részek? Nem, a nyár közepén van. Nyár közepe, ó. Lesz az utolsó rész a televízióban, tervezünk egy nagy-nagy bulit, remélem, hogy addigra helyre billen a világ, és az utolsó részt majd együtt fogjuk megnézni a stábbal, úgyhogy készülünk majd arra is, az lesz az igazi utolsó stábbulink. De akkor te már tudod a titkot, tudsz mindent, tehát nektek akkor ez már nem titok, hogy ér vége, mint ér vége, tehát akkor már leforgattátok, minden dobozban van. Képzeljétek el, hogy de titok, mert hogy többféle részt forgattunk a végére, úgyhogy mi magunk sem tudjuk, hogy a vágószobában majd melyiket fogják összevágni. Bármelyik végkifejlet érdekes lesz. Nekem van személyes kedvencem természetesen, de mi is kíváncsian várjuk, hogy mi lesz majd a vége. Annyit elmondhatsz, hogy az alternatív befejezések közül van valami olyan, ami mondjuk nagyon szürreálba megy át, vagy ilyen teljesen elszakad a valóságtól? Vagy mint három, mind öt befejezés? Én azt hiszem, hogy a nézők mindegyik befejezéssel azt kapják majd, amit várnak. Nagyon kíváncsiak vagyunk mi is, hogy mi lesz a vége. Nem csak a mi jeleneteinkből forgatunk többfélét, hanem minden karakter vége jelenetei többféle szálon futnak, úgyhogy nagyon izgi, hogy mi lesz majd a valós vége. Na, kíváncsiak vagyunk. Remélem valami kicsit ilyen szürreába megy át a történet. Uh-huh. Iza, nagyon köszönjük. Ja, bocsánat, csak azt akartam megkérdezni, hogy akkor már hallottatok a kínai rakétáról, amiről nem tudni, hogy hova zuhan? De esetleg benne van a forgatókönyvben. Reméljük, hogy az egyik végkifejlet ez. Júj, de imádnám. Júj, de ilyen CGI-os Mátyás téri felrobbanás. Nem hiszem, hogy kínai vége lesz ennek a történetnek. De milyen jó ízűen tudsz nevetni. Na jó, Iza, nagyon köszönjük a fotókat. Hát ez tök jó gák, hogy erre így reagáltál és megcsináltad. Nagyon szépen köszönjük. Örültök. Puszilunk, köszönjük szépen. Vigyázz magadra. Puszi. Hello. De jó arc. Hát, nagyon jó. És képzeld el, hogy olvasnak, hogy néznek fel, és mennyei harmó. Kész. Ugye tegnap beszéltünk el, vagy tegnap előtte a kínai űrjárműről, vagy a meghajtó rakétáról, mert nem tudják, hogy hol csapódik be. Számolgatnak, de van esély arra, hogy lakott területre essen. Hát így teljesüljön minden kívánságod, Jani. Így teljesüljön minden kívánságod. Zseniálisak lettek a fotók. Ilyenkor van úgy, hogy hazamész, veszel egy macit út közben, és akkor megkéred a Mónit, hogy öltözzön be valami hasonlóba, vegye fel ugyanezt a posztszorítson egy macit, és... Nem, hazamegyek, és a pincében lévő gardolóból kiemelem a bálfáról a maci ruhámat. Belebújok. Te leszel a maci. Belebújok. És Móni igen. Lesz Iza. És aztán brummogok. És aztán közösen. Nem. Közösen brummogtok. Nem, egyébként valójában Móni a maci, és én vagyok az ő kis paprika Jancsi, aki ágyba bújik. Balázs, ne faggass, mert kirúgják, mint a pénzszállítót. Egyébként tényleg ne kompromitáljuk. Juli, gyere már be egy picit, léci. Hogy áll a pénzszállítós történetünk? Találtunk neki munkát, közvetítettük? Hát aznap, amikor beszéltünk róla, akkor rengetegen jelentkeztek, úgyhogy abból nincs munka, akkor sehol nincs. Tehát nagyon sokan írtak, hogy alkalmaznák, jöjjön, szívesen várják. Júlcsuk elmondja majd, van egy pénzszállítónk, akinek munkát keresünk. Alakul a pénzszállítós történetünk? Elküldtünk neki egy csomó mindent? Van már visszajelzés? Mondott valamit? Vagy még munkát keres? Én elküldtem neki az összes megkeresést. De nem szólt vissza, gyerekek, meg vagyok. Annyit, még egy... annyit küldök vissza, csak hogy megkapta, és köszöni szépen, de őszintén szóval én utána nem baj, nem feltöbb. Csak kérdezem, tehát hogy zajlik az a dalik persze, a dolog. Persze, de majd most adás után rácsörgök. Így van. Jó, oké. Köszi, Juli. Ez már szomorú világ, be akartam mondani egy poént, és elhallgattam neked. Aha. Ott van a falon, hogy megjött a taxid. Csak hogy milyen autó. Jó. Jobb, hogy nem mondtam be, vagy puha vagyok, hogy nem mondtam be? Hát,
ebben a mai világban már érted, hát látod. Nem félkép. Royce Royce, hanem érted. De, na, érted. De már elhallgattam, látod, látod, működik az öncenzúra, milyen szép. Jó vagy. Nem? Csinálunk ebből egy podcastet. Két napja vagyunk a frekvencián, és még meg tudom állni, hogy ne szedjünk össze semmiféle büntetést. Na, jövünk a hírek után mindjárt. 3:40 lesz pontosan 5 perc, milyen szép volt. Jingle, pici dal, és abból jövünk is. Itt vagyunk. Jó nagyon, reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon jó volt, a hátam beleból. Komolyan mondom, hihetetlen, hogy jól csinálom. Viszont jó, hogy nekünk nem kell megbicsődni téged. Sem, abszolút, a gyerekek, hát a kérdés nem merül föl, hogy milyen szépen volt ez is lekeverve. Itt vagyunk. Itt bizony. 3:40 lesz pontosan 5 perc múlva. Meddig tart még a 80 000-es pénzszoros játék? Hát annak tegnap. Annak tegnap végre lett, Béla, de jó a kérdés. Jó a kérdés. Srácok, fél óráján megkaptam a vakcinát a kínai. Tényleg, Feri, nem tudsz egy jó receptet tacskóra? De hogy mondom holnapra. Tacskóra. Júj, de jó. Júj, de jó ez a kérdés. Na, beszéljünk a holnapi játékunkról. Akarsz-e róla beszélni? Nem igazán tudok. Oké, okay. Akkor majd holnap beszélünk róla. De ha tudsz fánki csoda, piri csoda. Tehát, hogy reggel jönnek a játékosaink, akik bejutottak, EB jegyekért lehet majd küzdeni. Útnak indítjuk őket a városban, folyamatos bejelentkezés, titkos információk, amelyet meg kell fejteni, és aki leghamarabb visszaér a 4 jegy darabbal, összeilleszti azt itt előttünk, az mehet másodmagával az EB-re. Aha. Érdekes, így, érdekes. Így, az jónak tűnik. Jó, ott voltam, mikor ezt kitaláltam? Ott. Azért, mert nagyon jó az ötlet. Tudod, mi ez a te ötleted volt? Nagyon így. Ott voltam? Nem? Maga volt? Igen. Nézi, nem nézi a Facebookomat? Most látja, hogy Facebookon vagyok? Nem látja? Élőben? Élőben? Ott vagyok. Ja, nem élő a műsora. Nem élő. Nem. Tudja, mikor fogom magát meghívni, Feri? Soha. Soha. Nem baj, az hála Istennek, nekünk van egy múltunk, az nekem pont elég volt. És ezt üzenem a Jánosnak is, meg a Balázsnak is. Tudja, hogy már 3000-en látták, nem? Tényleg? 3000-en? Nem tudom, csak viccelek. Egy hónap alatt? Egy hónap alatt? Megnézték már 3000-en? Én már most ránézek. Magának mennyi időt nézik meg a videóit? Egy 10 perc alatt? Ja, bocsánat, nem baj. Na gyerekek, akkor mutatjuk, hogy milyen foglalkoztunk. Ma igen, ez holnap, ez jó kis játék, ez minden jegy elment. Hát hogy leszünk így ott a foci meccsen? Sehogy! Megint fel kell hívnom valakit, hogy kérjek. Annyira utálok kérni. Hát majd ugorj fel valamelyik barátot, az dumáljátok meg. Na mit? Hát ezt. Nem ott akarok lenni a valamelyik EB meccsen. Kért tippet Majkától. Nem úgy, nem ezen az áron. Így nem kell. Ha ez az ára, akkor nézem a tévébe. Nem, csak olyan jó lenne elmenni. Hát tök jó lenne. Ez egy ilyen igazi, ilyen tudod, ilyen, ilyen sörigós, pasizós élmény. Ott vagytok, káromkodtok, rondán beszéltek, és megnéztek egy EB meccset. Ennyi. A sebesség. Ez ilyen maszkulin program. És a labdarúgás kapcsolata. Csúnya beszélünk. Iszol egy sört, megnézel egy meccset, ott ünnepelzel egy 80 000 ember, és aztán hazasétálsz. Már gyalog közelíted meg az arénát. De ez csak egy átlagos NB1-es meccs. Így. De ez azért ez egy kicsit színvonalosabb lesz valószínűleg. Nem, persze, nem azt mondom, csak úgy, hogy jó lenne egyszer egy ilyen ott lenni. Nem, lehet, hogy egyszer időben szólsz, még jegyevásárlás előtt, hogy gyerekek, de jó lenne, és akkor veszünk jegyet. Mit te venni akarsz? Egy ilyen tök korrektív módon, mint ahogy az emberek szokták. Fáj ez a fajta amatőrség. Igen, nekem óra alatt elfogytak. De hogy akarsz venni? Hát, de az oldal lefagyott, érted? A rajongók klikkeléssel hergelték. Aha. Az EB oldalát és a jegyvásárlás oldalát, hogy... vásárlási szándékkal hergelték a jegyvásárló iroda oldalát. Hát van ilyen? Terheléses támadás. Terheléses támadás érte a jegyvásárlást. Vásárolni akartak, hát van ilyen? Csupi. Akkor legalább benne lennék a terheléses támadásba. Na hát az olyan nehéz. Na mindegy. Oké, szóval holnap EB játék már megvannak, már nem kell erre jelentkezni, tehát már ugye nagyon sokan jelentkeztek. Mi pedig akkor mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma. Jönnek a nap legjobb pillanat, hogy ez is az összefoglaló. Bill Gatesről beszélgettünk, ez egy érdekes dolog. Ugye 38 000 milliárd forint válik, és mögötte két személy is, Bill Gates és Melinda Gates, akik közösen viszik tovább az alapítványt, és kiderült, hogy Bill Gatesnek minden évben volt egy, hát hívjuk úgy, hogy elhajlás engedélyben, nem feltétlen ez történt, hogy a régi exével eltöltsön egy hétvégét egy észak-karolinai házban. Ezt kérte ő Melindától, még a kapcsolatok elején Melinda ebbe belement, és Bill Gates minden évben elvonult az exével 3 napra. De hát neki úgy látszik, hogy a pekmenezés okozott orgazmikus örömöket. És erről beszélgettünk, hogy ez belefér, nem fér bele, történik-e ott valami, ez egy elhajlási engedély, vagy nem azért mennek, és kerestünk olyat, akinek volt már hasonló elhajlási engedélye.
Az nem azt jelenti, hogy együtt nyarasz a barátnőiddel vagy a barátaiddal, hanem a párod egy évben három napra megenged, hogy azt sem, amit akarsz. Mert hogy itt erről van szó tulajdonképpen, bár Bill Gates elmondta, hogy nem volt semmilyen olyan kapcsolat az exével. Csak beszélgettek. Így van, Melinda pedig ebbe belement. Technológiáról. Azt Melinda... csináld, akit akarsz. De jól hangzik. És beszélgettünk erről a túltolt PC őrületről is, ami már tényleg a meséket is fölzabálja sajnos, mert hogy ki akarja vágni a Disney a hófehérkéből azt a jelenetet, amikor az üvegkoporsóban fekvő hófehérkét megcsókolja a herceg. Mert hogy ugye beleegyezés nélkül történt, de szerencsétlen hófehérke hogy egyezett volna bele, éppen a mérgezett almát. Egy koporsóban volt. Próbálta már, ugye, hát már nem is próbálta, hát már halott állapotban feküdt az üvegkoporsóban. Ráadásul az oxigénes állapot, vagy oxigén hiányos állapot valószínűleg részleges agyhalált is okozott állat. Tehát amikor felkelt, akkor már nem emlékezett. Igen, és ez egy nagyon szomorú dolog, hogy ennyire... Akkor már nem tudta elfütyülni a Führerliszt. Igen, ennyire túltolják a PC őrületet, ez tényleg nagyon sok mindent fognak így elvenni tőlük, meg nagyon sok minden vész majd kárba. De hogy elképzeltünk még néhány mesét, ugye, hogy mit lehetne akkor még, hát hogy is mondjam, csak így... a rögtönítélő bíróság elé rendelni, hogy milyen mesében vannak még olyan jelenetek, amik legalábbis véleményesek. És hát kiderült, hogy szinte az összes mese tele van olyan jelenettel, amit akár ezen az alapon ki lehetne vágni, vagy az egész mesét a kukába lehetne dobni. Nincs mese, elfogytak a mesék, nem fogunk mesélni a gyerekeknek. Tényleg, ennyi. Ennyi volt, vége. Beszár a bazár. Nincs mese. Érted? Nincs mese. Nincs mese, nem mesélünk. Így van. Mindent be fogjuk zúgni. Aludjon az a gyerek magától egyébként, csak akarjon mesét nézni. Feküdjön, lemenjen a szobájában. Rajzolgasson. Számolgassa a sarkokat. Na jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Kiderült állítólagosan, hogy aztán most ebben mennyi a pletyka, hogy mennyi az igazság, de hogy Bill Gatesnek állítólag volt egy elhajlási engedélye. A kis Gatesi. És azt írták le, hogy a Gates Melindával való házasság előtt megállapodást kötött. Igen? A feleségével, Melindával, ugye mostani exével már, hogy ennel minden évben együtt vakációzhatnak egy hétvégét. Értelmezünk ezt egy kicsit részletesebben, és időzzünk el a részleteknél. Van Billy bácsi? Igen. Van. Aki 1987-ben megismerkedett ugye Melinda Gates-el, aki a később a felesége lett. Igen. Azt mondja neki, hogy egyre szeretlek Melinda, de... Legyél az én édes párom, but, de... But! Igen. Azt mondta, but! Igen. Feleségül is veszlek. Feleségül is veszlek. Életem végéig. But! Un momento prego! Élete végéig. But! Hűséges leszek hozzád. But! Igen. But van egy exem, akivel minden évben szeretnék eltölteni három nagyon napot, nagy. Két éjszakát. És erre azt mondta neki Melinda. Hogy édesem, úgy szeretlek, legyen. Hogy ez rendben van. Ugye, hogy azért ez egy nagyon izgalmas dolog. Mit tudott ez a nő, és van-e róla videó? Hát még a mit tudott a nő, azt hagyjam, nyilván tudott valami nagyot, valami jót, bár ugye azt biztos nyilatkozta. Biztos nem azért, mert nagyon tetszik. Bill Gates nyilatkozott. Figyelj, nyilatkozott, hogy mit csinálta. És azt mondta, hogy ezeken a hétvégéken egyébként számítógépes játékokkal játszottak. Óriási a duma. Persze, nyilván. Van az a szint, amiért 67 évesen még elválsz? Én zigzagoznál? Ezért a pénzért igen. Én egyébként igen, én mizárdok vóról. Van, hogy azt gondolja az ember, hogyha már ennyit együtt töltöttetek, és van még mondjuk 10-20 szép évetek, hogy akkor úgy már nem válsz, nem? Vagy hogy... Főleg ilyen körülmények között, hogy még ráadásul van lehetőséged nosztalgiázni is egy kicsit. Meg kijött a film egy évvel ezelőtt. Igen. Hogy minden nagyszerű, minden rendben, oké, lehet, az egy érdekes film, hát nyilván. De van egy rendezői változat is. Van egy rendezői változat, ahol azért illen hullal lepel. Van az a jellegű spirituális, mély, őszintességen alapuló kapcsolat, amikor elhiszed, ezt nincs a belefér, nem. Gyerekek, 38 ezer milliárd forint. Igen. Hagyjuk ezeket az érzelme, Boros. 38 még egyszer mondom, 38 ezer milliárd forint. Feleznek, mert nem volt házassági szerződésük, én úgy tudom. Kézzel, ők azt mondják, hogy 10 millió dollárt adnak a gyerekeknek, mindenkinek. Igen. Heti zseppénz. És a többit eljótékonykodják, nem hagyják, hogy a gyerekik életét tönkre tegye a pénz. Többen kérdezik Bajáról, hogy ez csak egy fikció volt, vagy tényleg számíthatnak egy kis zsugár. Hogy szólt-e Bill Gates, hogy... Mi történne Bajával? Fél éven belül, ha kapna 38 ezer ember 1 milliárd forintot, mi lenne? Betörése? Gyilkosságok? Egy boldog, virágzó város? Azonnal oda mennének a bűnözők? Bezsaluzott ablakok, fél éven belül csődbe ment emberek? Armageddon? Alkoholisták? Szexturizmus? Mi történne Bajával, ha mindenki kapna 1 milliárd forintot 38 ezer ember? Tudod, már mi lenne egy hónap múlva? Messziről látszom, hogy csillogás, tudod, aranyozott Baja tábla. Bajai Halászlé Fesztiválon aranyozott bográcsok lenne.
lennének. És aranyhalból lenne. Gyímánt fakanállal aranyhalból? De várj, mindenki tudná, hogy a bajaiak kapták. Elkészült a bajai metró új szakasza. Igen. Eddig a Burj Khalifa volt a legmagasabb építény. A bajaiak felúsztak egy 2600 méretű Burj Baja nevezetű. Burj al-Baja. Burj al-Baja tornyot. Az építkezésnek sem értelme nem volt, elment rá egy csomó pénz, viszont mi vagyunk most azok az országon a legmagasabb épület található. Megérkezik a herceg, és mit csinál? A maga tehetetlen... Körbenéz. Maga tehetetlen, alvó... Hát halott, nem alvó. Halottnak, igen. És az egy búcsúcsok. De az egy búcsúcsok, bocsánat. Az egy búcsúcsok. Ne, hát akkor lesz szerelmes bele. Ne, igen, de a királyfi részéről az egy búcsúcsok, nem? Most, azt most nem tudom, hogy milyen okból csókolja nem, meg nem igazából. Nem az van, hogy szerelmes. Nem egyezett bele Jézus. A csókba, jó. Amikor is a herceg szájon csókolta. Jó, akkor mi lesz a vége, hogy bejön a királyfi, és elbotlik a koporsóban, és ettől pedig... Meglöki a koporsót, és így van. Megvan. Ennyi. Egy ott heverő kőbe. Vagy az egyik törpébe megbotlik. Na. És, de nem jó, mert ez se píszi. Ha már egyébként csak mondom, rohadjon meg mindenki, aki törpézik. Igen, bocsánat, ne arra, csak mondom, kisnövésű. Mert ő, tehát a kisnövésűek, vagy az alacsony növésűek, vagy a kis emberek nem szeretik, hogyha törpézik őket, tehát hogy már eleve már a címmel is tehát probléma van. Tehát hófehérke és a hét kis ember? Igen. Nem túl magas bányász. Bányász srác. Na, de akkor nézzünk végig még ártalmatlannak tűnő csókjeleneteket. Hány olyan mese van, ahol a túltolt PC terrornak köszönhetően mindent ki kell majd venni a meséből, mert erőszakon alapul, nem beleegyezésen alapul, gyermekkínzáson alapul, jut eszembe Jancsi és Juliska, teljesen egyértelműen gyermekmunka, rabszolgamunka, gyermekkínzás, tehát most pörgessük végig ezeket a meséket. Jancsi és Juliska, kanibalizmus is. Jancsi és Juliska, az maga a fertő. Igen. Na de most a Csipke Rózsika, nézd meg a Csipke Rózsika. Ugyanez, ott is csók van, ugye. De az még durvább az a sztori. Átverekszi magát a hős lovag a rózsaerdőn, és utána tud csókolni. Na de várj, de ott 100 évre kómába esik, vagy nem tudom mi történik, mert megszúrja a kezét Rokkó. Nem, az egy másik film. Az is nagyon Csipke Rózsika kezét megszúrja Rokkó. Bocsánat, nem a kezé. Ugye arra a pillanatra ébrednek föl, amikor a szakács lekever egyet a szakács fiúnak. Hát az micsoda erőszak, szakmán belül elkövetett erőszak. Az, és bocsássatok, és srácok, hogy egy nagy klasszikus mellett nem menjünk el, és egy tény mellett, hogy Magyarországon a közönséges farkas védett állat. Hogy jön az, ez egy gyökérvadász, hogy felvágja a hasát, és köveket pakolja tele. Megeszi a nagymamát. Tessék, irek hallgatom. Az normális, a farkas. Bocsánat. Az egy farkas. Ja, farkas. Az egy farkas. Nekem már az is sok. Bocsánat, abban az erdőben ki a betolakodó? Egyébként. A nagymama mi a francot keres az erdőben? Egyébként ugye? Igen. Az egy illegális lakhatás, érted? Egy természetvédelmi területen belül. Természetkárosítás. Ahol egy védett állat él. És Piroska mit tesz a kosarába? Kalácsot és kiskorúként? Italt. Bort. Borral flangál az erdőben. Nagyon jó. Szépség és a szörnyetek írják. Zoofília, ugye? Nagyon egy fontos. Igen. Szépség és a szörnyetek. Hát ott ugye összejön egy ember egy állattal. Ez az a sztori. Ugye? Egy szörnyeteggel. Érted. Ül a Disneynél egy ilyen felelős, aki átnézi a 26 darab mesét, a 86 darab könyvet, a 123 ezer kópiát, és minden kérdéses jelenetet egyébként kigyomlál. Hát ezek szerint muszáj lesz, mindent át kell nézni. De ez egy szimbolikus csók, ez egy olyan szép jelenet. Hát ebbe miért kell, hogy nekem az is jön eszembe, hogy nem egyezett bele? Mennyire túl van ez tolva? Mennyire túl van ez pörgetve? Mennyire álérzékenyek lettünk? Ez nekem micsoda baromság ez, ha belegondolsz. Hófehérke nem mondott igen. Hát te könyörgöm, nincs magánál. Nem tud igen de nem megerőszakolni akarja. Igen, egy csókot. Mit kellett csinálni? Fölébreszteni és megkezdeni, hogy hol laksz kislány, hívni egy 6x6-ot és beültetni egy taxiba. Megrázni, jó erősen a vállát, azt kellett volna. Igen, és amikor fel kell, akkor megcsókolni? Igen, csú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 c
Ha most élne Walt Disney, mit szólna ez, hogy gyerekek, normálisak vagytok? Hát eszébe nem jutott ez. Ő más itten lenne. Miért nem mondja azt a Disney, hogy ez egy újraélesztés? Tehát, hogy a Királyfi csak mesterséges lélegeztetésben akarta részesíteni az el a lélt hófehérkét. Na jó, de akkor kendőt kell szorítani a szájára, és a mellkasára tenni valamit, mert érted. Annál már ott vége, ha mellkasát még a mellét is fogdossa. Inkább maradjon. Oroszlán király, gyilkosság, állatviadal, paranormális jelenségek, oroszlán az égen. A magyar népesség 80%-a vagyonszerzésen alapul. Tarzant a majmok nevelték, úgy ne felejtsük el, hogy milyen alapon? Mézes kalács ház építési terv, kiadott használatba vételi engedélyt, bukott a közbeszerzés, mutyi korrupciót sejtek.
Fehér lófia, hát arról nem is beszélve, hogy aztán ott még mi történik a fehér lófia. Hogy egy ló, aki teherbe esik, és aztán megszül egy embert. Most gondold el. Hát ezt azért Csicsolina is megirigyelni. Azért az erős, így van. Igen, ezt ő fogja megfilmesíteni, ha ezt egyszer megveszi a jogokat. Igen, a fejló lánya cím. Balázsi! A Rádió Egyen! 6 perc múlva pontosan. 10 óra. Igen, az jó, hogy az internetes csalás az lesz, hogy Bill Gates önválasztotta ki, hogy a vagyon egy részét önnek adja. Tehát ez lesz az új internetes csalás. Igen, nem a feleségének adja. Igen. Önnek. Ezért az milyen szép, hogy elajándékozzák az összes pénzüket, nem? 3 gyereknek 3x 10 millió dollár, és a többit. A többit jótékony célra fordítják. Pedig. Budapesttől Szolnokig nagyon jó volt a vétel. Remélem ez egyszer a műsorra is igaz lesz. Tisztelettel Kovács Józsefné Sláger Rádió. Nagyon jó. Az évesemese. Az évesemese. De kár, hogy kedves Józsefné nem vette föl a telefon, nagyon szerettük. Ez valamikor itt teljesen váratlanul megérkezett, csak így a sok SMS között. Jeleztem, hogy jó a vétel, és most már javuljon egy kicsit a műsor, és egyébként a Sláger Rádiót. Nagyon szeretem. Jó. És komolynak tűnik, tehát hogy általában hallgatunk, akik értik az ironiát, oda tesznek egy smile, lehet, hogy tudjuk, hogy hűl, nem, ezt elküldte, és kilépett az étterből. Most nekünk ez megért volna egy ajándékcsomagot. Azonnal adtuk volna egy ajándékcsomagot, de sajnos, Istenem, Kovács Józsefné nem vette. A Kovács Józsefné kicsit közhelyesnek tűnik. Igen, biztos, hogy ez kamu esemény. Ott kezdek egy kicsit gyanakodni arra, hogy kamu vagy nem. Igen? Persze. Kamu? Sláger Rádió. Remélem ez egyszer a műsorra is igaz lesz. Túl jó. Igen, most, hogy ízlegetem, túl jó. Igen. Nem baj, megérte volna. Mutatok majd egy-két hesmest, ami igazi. Abból van, abból is van nagyon sok. Azok nem ennyire jók. Onnan tudom, hogy igazi, hogy tele van helyes édesében. Balázs, te egy akkora gyökér vagy, hülye is. És pontos. És amikor elkapom tontossal, akkor azért megnyugszom mindig egy kicsit. Isten, na jó van, gyerekek, kész vagyunk? Kész. És a rossz időből nem lett semmi, pedig mára is ígérték. És még azt mondták, azért neki fog, és nem esett. És gyönyörű kék az ég, és süt a nap. Oké, délelőtt 10 óra van, János, még azért eshet. Nem tudlak megcáfolni, tényleg délelőtt 10 óra. Ezen a héten vagy a múlt héten volt, hogy az OMS-esek kérték, hogy ne bántsák az anyukájukat. Kiadtak egy ilyen közleményt, emlékeztek arra, hogy kedves időjárás rajongó, kedves, nem tudom, ne bántsák az, hogy ne szígyák ennyien az anyukánkat. Nem tudjuk, nem mindig tudjuk biztosan megmondani, tessék béke adni az anyukánkat. Talán anyák napja környékén kiadtak valami nyilatkozatot, hogy kevesebbet emlegessék az anyukájukat. Igen, képzel, meg anyukának mi köze van ehhez hozzá? Legalább ma ne szígyük a meteorológusok anyját az időjárás miatt, adta ki az OMS. Országos meteorológiai szolgálat. Jó arcok. Szellemesek egyébként. Igen, én egy külön posztot szenteltek ennek anyák napja alkalmából, hogy most legalább ma legyen egy nap kegyelem. Na jövünk holnap, szép napot mindenkinek. Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek.